Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Metál autóalkatrész. Ha azt mondom neked, hogy Iván Robi, Roberto, akkor nem biztos, hogy tudod, hogy kiről beszélek, viszont ha néztél az elmúlt 20 évben kereskedelmi tévét mondjuk 7-8-9 körül este, akkor garantáltan belefutottál már valamibe, amin ő dolgozott. Mert hogy szerkesztő, vágó, rendező, koordinátor, és még egy csomó-csomó dolgot csinál, aminek köze van a tévézéshez, meg az online videógyártáshoz. És két okból hívtam meg. Az egyik ok az, hogy a 2000-es évek elején ő kezdte el csinálni a Total tévéműsort, TV műsort, ugye, amin szerintem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nagyon sokan felnőttünk. A másik ok viszont az, hogy együtt dolgoztunk a Total és kialakult egy nagyon jó baráti kapcsolat, és egy kicsit én is azt érzem, hogy ha jutottam valahova, mint videós, akkor azért azt jó résznek is köszönhetem. Szóval ezzel a beszélgetéssel mind a ketten gondoljuk, hogy tartozunk egymásnak. Tehát a következő két órában Iván Robi, Roberto. Bejöttek a külföldi tévécsatornák, és akkor tudod, addig ezért magyar tévét néztél, meg jugoszlávot lehetett itthon fogni, és nézted a híment jugoszláv nyelven. E, és akkor egyszer csak... Hát igen, igen, hát ez volt. És akkor egyszer csak hogy megjelent, tudod, a G.I. Joe, ami úristen, úristen, és hogy na három nagyon fontos dolog volt, ami nagy hatása volt rám, akkor egyrészt, hogy lehetett nyerni autót ilyen vetélkedőben, és hogy itt venni se lehetett nem úgy nyerni. Ráadásul ilyen pikápot, hát itt a plató sarót láttad, mit láttál volna. Másrészt, hogy vannak nagyon nagy házak, de nem, nem panel láttad, hogy így szegedikén mit látta, ami nagyon magas volt, de nem panel. És harmadik, hogy vannak négerek nagyon sokan. Hogy így, mert hogy ugye megint csak láttál egy-két arab orvostan hallgatót, de semmi ennyi volt. Négert, isten, ilyen sok, adi Jézusom. Szóval, hogy az egy olyan elég fura dolog volt. Nem akartam lenyúlni Gulyás Marcitól az ősélmény kifejezés, de akkor ez volt a te ősélményen a médiával. Abszolút, igen. Amikor igen, bejöttek igen. a nyugati csatornák. Igen, 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 igen. De ha jól tudom, a te családodnak Szakmai vagy egyéb szinten semmi, de semmi köze nem volt sem, a médiához. Sem, semmi. Anyukám eladó, apukám cukrász, nővérem is, tehát semmi, semmi sem volt, senki nem dolgozott. És ilyenben. Annak ellenére, hogy életed egy pontján az ország aktuálisan a legmenőbb autós műsorát vágtad, az autókhoz sincs sem különösebben érdeklődésed. De, de, de hogy én autóvidlomosság szerű vagyok. Jó, de azt mesélted még korábban, hogy amikor levizsgáztál, akkor megígértette veled a vizsga biztos, hogy te nem mész autó közelébe. Hát nem, nem, nem így történt, hanem megkérdezte a szak, a, ugye a, az akkor igazgató volt a, a, vizsgáztató tanár, és megkérdezte, hogy kihoztam az Otto motor működési elvét, és akkor megkérdezte a végén, miután elmondtam, hogy Iván maga nem jön technikumba, ugye? Mondom, nem tanár úr, akkor takarodjon kettes. És akkor és akkor így, lettem, így nem lettem autószerelő. Így nem lettél autószerelő. Ez a Így nem lettél autószerelő, de lehettél volna még mondjuk esetleg cukrász. Mert, I, hogy, Igen. mert I... hogy apukád ezzel foglalkozott. Igen. De hogy akkor ebből hogy lett a Szegedi Városi TV? Ez egy hosszú és bonyolult dolog. Úgy történt ez, hogy amikor én 14 éves voltam, vagy hát három, és választanom kellett szakmát, ideig vissza kell menni, akkor ugye én a, a, a kettő helyre adtam be, egyrészt a, a autoszerelőnek, azért, mert a nővéremnek a, az akkori barátja odajárt. És ez volt a nagyon nagy elképzelés, hiszen szerintem egy 13 éves gyerek nem biztos, hogy tudja, hogy mit szeretné még csinálni ennyire meghatározóan. 20 évesen sem tud. Jellemzően egyébként az van, hogy a, a másik szak az a szakács volt. Na most én nem szeretem a hagymát tehát magyar nem tudnék főzni, nem szeretem a tengeri herkentyűket, tehát hogy egzotikusat nem tudnék főzni, én is nem szeretem a brokkolit, tehát vegát se tudnék főzni, tehát hogy az is egy jó választás lett volna legalább annyira, azért mert oda ment a nagyon jó barátom. Na mindig is felvettek ide, és az édesanyám mond, látta, hogy hát ugye hozzátartozik ehhez, hogy én diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás is vagyok egyben, tehát minden diszes vagyok, azért ez egy műszaki szakközépiskolába se írni, se olvasni, se számokat nem tudni, az kicsit az olyan fura. Uh, és hogy az édesanyám látta, hogy ebből ez nem biztos, hogy az én utam, és akkor mondta, hogy a nővéremnek egy barátja dolgozik az RTL klubnál operatőrként, mert akkor indultak a kereskedelmi tévék. És hogy menjek el oda dolgozni hozzájuk, mert riporterként biztos jól lehet keresni. Ezzel a rengeteg disszel a Igen. médiában való elhelyezkedés tűnt a legjobb döntésnek? Ne, ne, nem, hát én, én igazából nem érdekelt a média semmennyire, se, akkor azt se érdekelt valójában. Te ilyen rendes gyerek voltam, és akkor megkérdeztem, hogy anyukám ezt mondta, hogy akkor hogy lehetne bekerülni, és mondták, hogy mondta, hogy hát az RTL-ben nyilván se, hogy nulla tapasztalattal, meg hogy még suliba járok, de hogy menjek el a Ifjúsági Televízióba, a Szegedi Ifjúsági Televízióba, mert hogy ott így majd ott megtalom az alapokat. És akkor el is mentem én a Szegedi Ifjúsági Televízióba, eh, ahol, eh, ahol nem jártam sokáig, hiszen nem érdekelt a média egyáltalán semmilyen szinten, és viszont nagyon jóban lettem ott a srácokkal, jártam velük bulizni, néha forgatásokra, de hogy így nem vettem részt így a munkába. És akkor leérettségiztem az adott módon, ahogy mondtam, hogy mondták, hogy jó, csak többet ne jöjjek technikumba meg sehova, de akkor, akkor megvan az érettségi. És hát apukámnak ez nem esett nagyon jól, hogy én nem megyek tovább tanulni, úgyhogy a banket másnapján reggel kilenckor bejutott a szobába, és azt mondta, hogy van egy hetet, hogy keresi munkát, vagy jössz hozzánk mosogatni. És hát, hogy mit, tehet így, az ember nagyon, és felhívtam az ifjúsági tévés barátaimat, hogy figyelj, valami technikusi állást nem tudtak véletlenül, mert hogy autót elvezetgetek, a kamerát így viszem, szóval, hogy és mondtak, hogy a Szegedi Városi Televízióban keresnek vágót kezdve, hogy mit csinál a vágó, mert hogy nem voltam sem, sose vágó szobában, mondták, hogy az ilyen érdekes, az jó lesz, majd mennyi oda, és akkor megtanulod. És akkor oda mentem a Vázs tévébe, hogy hetet kipróbálták, láttak, hogy egyáltalán nem értek hozzá. Viszont nekem így, úgy, ha már ott voltam, valahogy ugye elkezdett érdekelni, és akkor így jártam be minden nap, pakoltam a húztam a kábelt, pakoltam a izét, vezettem az autót, ha valaki lebetegedett, és közben volt egy, uh, egy srác, aki ott ilyen akkor jövő fiatal volt másik, úgy hívják, hogy Ricsán Kornél, és hogy ő mondta, hogy akkor gyere, segítek ebbe meg abba, és mint mondtam, elment kávézni, elment büfézni, elment kajálni, akkor én helyette raktam össze, akkor még szalagon vágtunk, nem... Tehát Betamax. Nem, Betán vágtunk, igen, tehát nem úgy, hogy vágt, vágtunk, hanem szalagról szaga digitálisan már, de szalagról vágtunk még, és akkor megtanultam az alapműködését, hogy hogyan kell, meg mit jelent, és akkor ott voltam egész nyáron, és összemondták, hogy Na hát végül is itt voltál egész nyáron, dolgoztál, nézzük meg, akkor megy, és, és akkor így ment. Szerinted amúgy ez az attitűd a médiában azóta erősödött, megmaradt, hogy nem feltétlen kell végzettség, hanem az kell, hogy az emberen látszódjon, hogy akarja és tudja csinálni, és megvan benne igen. az affinitás. Igen, 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 igen. Ez abszolút igen. Abszolút igen, mert a médiának a helyzete szerintem egy kicsit rosszabb lett, vagy hát nem csak szerintem, meg egyébként rosszabb lett, és Ugye az van, hogy egyre több műsor, egyre több kamerával, egyre több nyersanyaggal, ahhoz egyre több szerkesztő is kell, meg egyre több vágó is, meg egyre több mindenki kell tulajdonképpen. És az egyre több ember, hogy annyi nincs, amennyi kellene. És nagyon sok fiatal pedig igazából nem akar már médiába jönni dolgozni, mert hogy így azok a, tehát egy davinci t már meg tudsz otthonra venni. Egy olyan Én gépet... Sőt. Egy olyan gépet, ami megy, a, a Davinci Vinci, meg tudsz otthonra venni. Egy fényképezőgépet optikákkal meg tudsz magaddal venni. Akkor miért a valaminek a műsorába dolgozzál, ha nem a sajátodat próbálod felépíteni, meg saját magadat próbálod felépíteni. Tehát nem is jönnek már nagyon a fiatalok. És pláne azt nem akarják csinálni, ami a kertévékben van, hogy ott azért ilyen 10 órákat ülsz egy sötét szobába, és akkor nyomkodod a gombot, és akkor majd lesz belőle valami. És egy csomószor nem az számít, hogy te most akkor a milyen szakon végeztél, egyáltalán bejössz -e másnap hogy ott vagy-e másnap, és harmadnap, és negyednap, és ötödnap, és ott vagy-e mindig. Számomra a média egyik legérdekesebb időszaka, talán azért, mert nekem is akkor volt nagyjából az ébredésem, öntudatra ébredésem, amikor megérkeztek Magyarországra a kertévék. Most, amit most mondtál arról, hogy mindegy milyen ember csak legyen és csinálja, ez erre az időszakra vonatkoztatva, vagy ez még, még így mindig megáll? Mindig ez van, mindig ez van, még mindig ez van. Tehát nem tudod felterítődni a piac? Nem tud, annyi nem tud lenni. Figyelj, amikor én elkezdtem vágni, akkor így a kertévékbe vágók, szerintem nagyjából mindannyian ismertünk egymást, és voltunk mondjuk 25-en. És nemrég az egyik kertévénél kiszámolták, hogy amikor fullba megy minden műsor, akkor a, a, a csúcson mennyi vágó kell összesen. Vágó, az csak vágó. 52. És ez az egyik kereskedelmi tévé. Tehát nem nőtt olyan drám, olyan az... és ha a másikat is hozzárakod, hogy valószínűleg ott is ugyanennyi műsor kell, és ott is ugyanennyi vágó kell, akkor az száz fölött van. A, nem, nem, mindig annyi, de amikor dömping van, akkor annyi, és hát száz vágó, és akkor nem beszéltünk a filmekről, a dokumentumfilmekről, a, a stb. 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 ez csak a kereskedelmi tévés dolgok. És amikor itt azt mondták neked a Szegedi Városi Tévénél, hogy oké, okay, akkor gyere és csináld akkor milyen jellegű munkát végeztél? Napi magazin műsor? Híradó. Vagy kizárólag híradó? Mindenkinek híradót kell szerintem először vágni. És ez egy jó kezdés, mert felteszem azért a híradó az, az olyan, hogy eléggé időlimites, hiszen minden este 6-kor, vagy 6.30-kor, vagy 7-kor egy kész anyagnak le kell mennie, vagy, vagy, vagy ez azért egy hamar megugorható szint, és hamar kezd az ember többre vágni? Figyelj, egyrészt hamar megugorható szint, de mindennek az alapját ott tanulod meg melyik plán, mire lehet vágni, mivel, mit, hogy kell, mire kell figyelni hangkeverésnél, gyorsan megtanulsz vágni, dönteni, megtanulsz, ez egy fontos dolog, hogy ott megtanul, a napi műsorban nagyon megtanulsz dönteni, és nagyon megtanulsz nem, nem szarakodni. Szóval, hogy ott el kell készülni, annak készen kell lennie. De hogy, hogy az van, hogy nekem nem Engem nem érdekelt akkor se igazából a média valójában, hanem volt ott egy tök jó társaság, ráadásul ott, ott akkor Szeged ugye egyszer volt Fidesz, 98-tól 2002-ig. Én pont akkor kezdtem a városi tévébe dolgozni, és az akkori gazdasági alporgálmester elhívta a sógorát megújítani a városi televíziót, és sógora pedig egy olyan srác volt, a Zombori Robi, aki... Akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, a képként együtt a magyar tévében dolgozott technikai rendezőként, rendezőként, vagy az a, a már éppen induló Kertévékben dolgozott technikai rendezőként. És hogy ő hozott egy tök új szemléletet, tök friss volt, és egyre több műsor volt, ahogy már meséltem, minél több műsor, annál több forgatott, minél több forgatott, annál több vágás. És hogy jött egy csomó fiatal gyerek, és hogy mi ott ilyen, ilyen haverok voltunk. Tehát, hogy ahogy így elképzeled ezt, hogy így tényleg összejártunk, ben voltunk, reggel estig ben volt mindenki, este elmentünk, bevasztunk, hétvégén elmentünk, bevasztunk, közben csináltuk a munkát, és nem azzal foglalkoztunk, hogy úristen, és én majd egyszer mozifilmet fogok vágni, és én egyszer csak majd nem tudom, mit fogok csinálni, hanem hogy, hanem, hogy így együtt dolgoztunk, és közben meg bulisztunk, meg megcsináltunk mindent az égvilágon. Tehát nem az motivált, hogy ú, minél hamarabb vághassak egy nem tudom én micsoda. Nem volt tudatosság, nem hanem semmi. sodort magával igen, a folyamat. Á, igen, igen, igen. Ahogy bekerültem, pont úgy mentem tovább, hogy bekerültem, ha már ott voltam érdekelt, akkor csináltam, ha már felvettek és több dolgot bíztak rám, akkor azt csináltam, de hogy közben meg az van, hogy így, hogy engem nem az, nem az motivált, hogy végre a médiában dolgozhatok, hanem volt egy olyan munkahely, amit szerettem csinálni, és egy csomó fiatal, tök jó fej srác volt mellettem. Tehát akkor a lendület hozta magával ezt az egészet. Aha. igen, igen, igen. Ha jól tudom, te most már régebb óta élsz itt Budapesten. Pont. Mint amennyit Szegeden töltöttél gyerekként és fiatalként. Nem, igen, igen, igen. 2002-ben költöztem fel. Nem, pont nem. 2002-ben költöztem fel, és 80-as vagyok, tehát akkor voltam 22, most meg 43 vagyok. Akkor még egy év. Igen. És hogy jött a kereskedelmi tévé. Igen. Svábi András interaktív igen. TV2 igen. műsorok. Igen. És hogy akkor már azért a kereskedelmi tévék egy három-négy éve mentek, én úgy emlékszem, 98-ban indult itthon az RTL és a TV2. Amikor bekerültél ebbe a gép, egyáltalán hogy kerültél ide, és miben volt ez más, mint a városi tévé? Ö, úgy kerültem én ide, hogy hú, ez is egy nagyon, nem tudom mennyi időnk van. Nagyon ráérünk. Ez, ez is egy nagyon kalandos történet. Nagyon ráérünk. Nagyon sok kérdés van itt még összegyűjtve. Hogy volt Szegeden egy magánstúdió, amikor a városi tévének újult meg az arculata, akkor, akit mondtam, Kornél, ő elkezdett ott dolgozni, abban a magánstúdióban, mert ugye új arcolatot váltottunk, és ahhoz már jobb gépek keltek, hogy ki tudják renderelni, mert az már nem az volt, hogy szaladról vágtuk össze, és ebben a magánstúdióban voltak jó, gé, jó, gépek, és ott megismerkedett egy vágóval, és ők jóba lettek egymással, és amikor indult a Svábinak a cége, akkor ő azokat kérdezte maga, akik eddig, addig vágott, a TV2 tehát, hogy nem, nem -e tudnak vágót, mert ugye akkor se volt vágó a piacon. És hogy tudni kell, hogy amikor indultak a kertévék, akkor vidékről hozták fel a, a klasszikusan a Pécsi és a Szegedi körzeti stúdióból szívták el az embereket. És akik a, a, a TV2-nek akkor csináltak, vagy nagyon sokáig csináltak a promóztáját, azok mind szegediek voltak akkor. És mondták, hogy hát itt nincs vágó, de tudnak Szegeden egy vágót. És akkor Szegeden azt az embert hívták, a tonyeket, aki abban a magánstúdióban dolgozott. És amikor nagyobb lett a C, akkor kellett még ember, őt kit hívott Szegedről, az ő barátját, aki a Kornél volt. És akkor ezzel dolgozott, és amikor az interaktív már régebb óta volt, amikor nagy lett, amikor elindult az aktív, a Magellán, a, tehát hogy a Big Brother, stb. Tehát volt egy ilyen nagy tévés boom a TV2-nél, akkor arra hívtak föl. Tehát az aktív az január, direkt megnéztem tegnap, mert sejtettem a kérdést, és az aktív az január 7-én indult, akkor az első adása, és én január 6-án érkeztem Budapestre. M miben volt más ez a légkör? Szakmailag, anyagilag, a körülötted lévő emberek azért ez egy rohadt nagy váltás, tehát hogy már nem a barátaiddal dolgozol, hanem gondolom sok hasonló lelk és fiatal, akit innen-onnan felszippantottak vidéki stúdiókból. Milyen volt bekerülni ebbe a körbe? Figyelj, én azt tudom mondani, hogy az első egy évemre nem emlékszem, mert annyit dolgoztam, de hogy volt, hogy 36 órát egybe vágtam. Hogy felültem a szegedi vonatra, és gyakorlatilag állóhelyzetben elúttam. De, hogy így nem, nem emlékszem rá. Tényleg annyit dolgoztam, hogy van egy ilyen megtörtént legenda, hogy dolgoztam hajnal négyig, és tudtam, hogy nyolckor kezdek, és befeküdtem a hangalámondó stúdióba. Hát legalább csönd van. És hogy arra keltem fel, hogy valami zaj van föltem, és felnéztem, és föl, fölöttem, a Trütko mondta a pokoli történeteknek a következő narrációját, és felnéztem, és mondta, cssz. és akkor mondtam, oké, okay, és adottam tovább a hangalából, ő meg mondta föl a, további részét. Tehát annyit dolgoztam, hogy egyszerűen fogalmam nincs, hogy mi történt az első egy körülöttem. Irgalmatlan mennyiséget dolgoztam, de hogy egyébként pedig igazából a pénzt nyilván sokkal jobban kerestem, de ugyanaz folytatódott, mint Szegeden hiszen az interaktív akkor lett nagy, jött egy csomó új, fiatal, akikben ugyanaz benne volt, mint Szegeden, a szegedi tévésekben, hogy menni, csinálni, euh, még jobbat csinálni, de nem azért már, hanem, hanem már így vitt előre a lendület. És akkor így, és akkor ugyanazt folytattam végül is, csak egy másik helyen több pénzért. Most már azért ismerjük egymást egy 6-8 éve, és az te életedben egy több ponton visszatérő momentum az, hogy tulajdonképpen csak akkor dolgoztál, amikor ébren voltál. Igen. Ezt ezt meddig lehet csinálni? Ezt hogy lehet hosszú távon Mert ez, ez, fizikailag, ez, tehát hogy ez nem csak szellemileg, de fizikailag is elég durva megterheli az embert, ugye ennek vannak külső jelei, amikor túltolod. Hogy mikor érezted először azt, hogy, hogy ezt már egy kicsit így vissza kéne venni? Mostanában. Most? Most. Hát, így, így lassan 25 év után? Aha. Igen, most, most már érzem. Most ugye akkorák, már a két gyerekem is van, ők is már akkorák, hogy, hogy foglalkozni kell velük, sokat kell foglalkozni, igénylik, én is igénylem, hogy foglalkozzak velük. Plusz az van, hogy amikor letolsz a munkahelyeden egy 8-10 órát, és aztán hazamész, és akkor ott még a gyerek zsivajba eltöltesz egy másik 5 és még le kéne elvülnöd éjszaka dolgozni azután, hogy igazából letoltál nem tudom hány órát, az ott már úgy érzed, hogy... És akkor dolgozol is még, mert vissza visz, visz belülről a a lendület, vagy az akarat, vagy nem tudom micsoda, de felkelsz másnap, és, és tudod, hogy figyelj, nem fog tudni kimászni a konyháig. És egyébként ez a, most már tudom, egyébként ez a Covid-dal jött el, ez, ez, a, amit azóta is hurcolunk. Mert ugye az volt, hogy a feleségem újságíró, akkor még az Indexnél, és hát a Covid alatt ők azért dolgoztak elég sokat. Én meg akkor is két helyen dolgoztam egyszerre, azt hiszem. És a két gyerekünk pedig otthon volt. A óvodások voltak, és óvoda, a bölcsi, és azok úgy bezártak nagyrészt, és akkor otthon volt a két gyerek, és akkor azt csináltam, hogy napközben voltam nagyrészt én velük, és akkor megpróbáltam őket egy órakor lerakni, aludni, és, és akkor kettőkor nekiültem, és akkor elkezdtem dolgozni hajnal egy-kettőig. És akkor ezt csináltam kisebb-nagyobb megszakításokkal, de egy olyan másfél évig. És akkor, és akkor nyilván a feleségem meg ugyanezt csinálta, mert ő meg újságot írt napközben, aztán utána délután a gyerekekkel valahogy próbált rendet rakni éjszaka, meg meg gondos gond, hogy bele, neked is van gyereked. Két gyerek otthon lenne egy non stopban 0 24 hogy az mit csinál, amikor már tud menni, meg szétszedni a lakást. És akkor próbált rendet rakni, próbált főzni másnapra, hogy engem egy kicsit tehermentesítsen még a két gyerek mellett, és akkor így, és akkor eltelt így másfél év, és akkor utána éreztem, hogy így, hú, ez most sok volt, és akkor utána meg a gyerekek is nagyobbak lettek, mondom, egyre több igényük lett nekik is, hogy foglalkozzak nekem is, és akkor egy ilyen 10 órás gyerek plusz munka kombó után még leül el megvágni egy ilyen 24 kamerás koncertet. Hogy így azért az, azért az, most már, és akkor érzem, hogy így nem, nem őszinte már a lelkesedés. Szintén visszatérő amit, amit, régen is sokat emlegettünk még, amikor együtt dolgoztunk, meg most is úgy, hogy, hogy visz hogy akarod. Ez a, ez a motiváltság. És tudom, hogy neked voltak szerelem projektjeid, amire úgy mindig visszamutogatsz, hogy ezt, ezt emellé büszkén odaállok. Mérgezett föld, egy dokumentumfilm, nézzetek rá, mindenképpen érdemes, hogy de azért nem lehet minden nap mérgezett földet csinálni. Nem. És hogy ezt a visz, tehát ezt a borzasztó motivációt, ezt ilyenkor hogy lehet megtartani? Mert, mert tehát, hogy az ember miután már benne van ebben a szakmában néhány éve és letett néhány komolyabb, meg kevésbé komolyabb anyagot után, hogy mondjam, azért el tud kopni a motiváció, ezt gondolom, te is érzed. Én ezt most tanulom. Most tanulom, hogy ez hogy lehet, hogy lehet valahogy kiegyensúlyozni, hogy rakjak, tudjam, tudjam, hogy mi az a projekt, ami egyébként nem biztos, hogy jól fizet és nem tudom én micsoda, de nekem valamiért, nekem személy szerint nagyon fontos, mi az a projekt, amiben sok energiát kell fektetni, mert elvállaltam, mert jól fizet, mert, stb. És, És mi az a projekt, amit egész egyszerűen csak nem kell elvállalni. Én az elmúlt három évvel ezelőttig én mindent elvállaltam. És nem a pénzért vállaltam el, hanem. Mert ez jött belőről szól, nem tudok mást mondani. Elvállaltam, mert ha bekerestek, elvállaltam a nemetmondás képességének a nemet, igen. megtanulása. Igen, és az, az, az folyik most az elmúlt három évben, hogy azt tudom néha már dolgokra mondani, hogy figyelj, ezt nem vállalom, vagy így, így ezt nem vállalom, vagy ezt, ezt pontosan nem szeretném így csinálni, de úgy, úgy megcsinálom, és vannak olyan projektek, amiket elvállalom, elvállalok, és utólag meg nagyon sajnálom, hogy elvállaltam. Na azért a nemetmondás képességében szerintem benne van az is, hogy az ember kiépít egy, egy biztos egzisztenciát egy hátteret? Nem. Ja, igen, az is benne van, de nem csak az a fontos benne szerintem. Hanem amikor 20 évesen bekerülsz egy helyre, és nagyon jól keresel, plusz még ráadásul azt is mondják, hogy nagyon jó vagy, és nagyon jó, amit csinálsz, azért az elképesztően motiváló a lelkednek. És egy idő után elkezdesz azonosulni azzal, hogy te olyan vagy, és olyan sikeres vagy, és boldog vagy tőle, hogy boldog vagy ettől az egésztől, hogy mennyire tetszik az embereknek a munkád, és mennyire szeretik. És az van, hogy ez biztos az én mindenféle komplexusomban van, de hogy elkezdesz, megszokják a munkádat, megszokják, hogy olyan jó, és nem dicsérnek. Tehát akkor mit csinálsz? Még jobban hajtasz. Még jobban hajtasz, még jobbat akarsz csinálni, hogy megint megdicsérjenek, és megint megdicsérnek, de már az se elég mert azt már megszokták azt is, hogy hát, hogy tök jó, amit csinálsz végül is. Igen, az lesz az alap. Tehát nem az van, hogy az ember egy konstant színvonalból Igen. néha teljesít egy kiugrót, hanem mindig Hanem, jó, hogy mindig jó, amit csinálsz. Szeljebb a konstant színvonal. Igen, és akkor egyszer csak így az van, hogy azon kapod magad, hogy non a dolgozol, mert már azonos egyé váltál a munkával, mert onnan kapod meg azt a visszajelzést, az egód onnan kapja meg azt a visszajelzést, hogy így fontos vagy és tudom, hogy ez tök, de nem jó dolog, de egy médiában dolgozó, egy csomó ember ezzel így van szerintem. Tehát ez egy klasszikus médiával való foglalkozás, siártalom, hogy egy idő a után, becsvágy, egy, hogy a becsvágyát hogy az megy, irányítást. Nagyon vicces volt, mert pont nem, ilyen, nem rég vágtam egy, vágtam a koncertet, hogy mondtam, most vágok, két koncertet, az éket már befejeztem, nagyjából a Bocsánat, másikra... csak hogy a, 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 annak, akinek ez nem egyértelmű, tehát itt nagy stadionkoncertekről van szó, ahol mondjuk 20-25 kamerával veszik egyszerre az énekest, és abból kell összeállítani egy rendkívül látványos show, -t. tehát hogy ez, ez egy rendkívül összetett Igen, dolg. Ez most egy a bagosi, bagosi, bagosi Brothers a de koncertje, előtte, volt Rúzsa Magdi előtte meg a Rúzsa Magdi volt, igen. igen. És vágtam, vágtam, és akkor hát már éreztem azért, hogy egy vasárnap is vagyok, fáradt is vagyok, meg kicsit ástam a kertbe, hiszen mind a ketten kertet is csinálunk közben, meg medencéztem a gyerekekkel, meg minden volt, és így közben elkezdtem dobolni kikapcsolódásként, és akkor kerestem dobkottákat az interneten, és egy volt kollégámnak átküldtem, hogy ő meg basszusgitározik, és teljesen véletlenül kiderült, hogy ú, na, ennek a basszusgitár alapja, ez milyen jó, fú, tényleg. És akkor visszaírt, én is válaszoltam, ő is, is mondtam, hogy nagyon hagylak végén most itt vasárnap fél nyolc van, hogy mennyi a családozni, azt mondja, nem, ő is szívesebben beszélget zenéről, mint hogy skriptelne. Mm -hmm. És hogy így mondom, hogy ja, hát akkor is leprint le, le, le screeneltem a time hogy hát igen, igen, egy szép vasárnap este, és mondta, hogy hát ilyen ez a média, hogy így beléd ég, mint a Nike pipa a cipőbe. Hogy így, hogy így vasárnap este fél nyolckon mit csinál egy médiában dolgozó, ha már nem úgy dolgozik a média vagy kertévében, akkor is így, hogy így, hogy így dolgozik. Valahogy így. Ez lesz az alapbeállítás, Aha, hogy dolgozol. Igen, tehát, hogy igen. Van... de lehet, hogy de nem, nem tehát most nem lehet tudni, hogy az van, hogy ezt a média csinálja veled, vagy, vagy te olyan vagy, az és, lesz és lesz azért a találod meg a médiát. Igen. Tehát, hogy tyúk vagy a tojás volt előbb. Rohadt jó az a felvetés. Szerinted lehet egyáltalán érvényesülni egy nyolctól egyik szemlélettel? Nem. Szerintem nem lehet, de, egy, de nagyon sokan csinálják már... Mondhatom, hogy szerencsére, vagy nem is tudom. De hogy ugye mindig beszélünk a fiatalokról, akik jönnek, és azért nekik, amikor Ilyen azt mondod, hogy 12, or, meg 16, akkor így hát azért nem, nem pont erre gondolnak, így a médiában való munkába, és ők nem is, nem nem is, is értenek fel. egyet ezzel, és nem is csinálják. És akkor így állunk, hogy a figyelj, adás, de adás van, oké, okay, de hogy neki ő meg hazamegy, most már elfáradt. És akkor ez így nagyon fura dolog, és rájössz arra, hogy és az is lehet, hogy ez a ez a, ez a, koromból adódik, hogy a 80 évek, hogy tudod, mondják, hogy nem tudom, ilyen olyan és amolyan generáció, és az volt az a generáció, akinek épp már kijöttek a kommunizmusból, és azt tanították, a szülei dolgozzál rendesen sokat, és akkor sok pénzt fogsz keresni, és akkor viszed valamire. És akkor ezt tanulta meg egy csomó ember akkor, és hát, hogy ő így dolgozik, hogy vigye valamire. És akkor a mostani fiatalok már nem ezt tanulták meg, és ők már nem akarnak feltétlenül. Ők nem azonosítják magukat a munkájukkal, meg a mindennel. De akkor jól értem, te ezt nem feltétlenül ítéled el? Tehát lehet, hogy nem ők csinálják rosszul. Nem, szerintem szóval tökre nem, semennyire nem ítél. Nagyon sokáig nagyon elítéltem, de én is nem értettem, hogy most mi van, vagy itt dolgozol, vagy. És aztán az utóbbi időben elkezdtem rájönni, hogy lehet, hogy egyébként tökre nekik van igazuk. Hogy nem kell, hogy a munkát határozni. nem meg. kell, igen. Hogy nem kell annyit, mert nem. Nem biztos, hogy az a jó, hogyha a munkát határoz meg téged. Menjünk egy kicsit vissza oda 2002 környékére, igen. mert akkor indult ugye a Total Kár. Igen. a tévéműsor. Nagyon fontos elválasztani, hogy a, a netes magazin, igen. az már akkor működött, és lett egy ilyen tévéműsor, ha jól tudom, ez szintén a svábi i Igen, igen a produkciója igen, volt, igen, igen. hogy ennek te hogy kerültél a közelébe? Hát ugye indult ez az interaktív nevezetű dolog, és én ott... Most már hát ez az, az interaktív, ez a... egy produkciós cég. Ez egy produkciós iroda volt, a Kereszti Gábor Svábi Andrásnak a produkciós irodája volt, és és akkor én ott, ott kezdtem el dolgozni, oda jöttem föl, amikor indult, mondom, ez az aktív magállán mindenféle, és akkor én elkezdtem ott dolgozgatni benne, nagyon sokat dolgoztam, és akkor ez egyik ilyen alapember lettem, mert hogy ilyen jó is volt, amit csináltam, meg meg sokat is tudtam dolgozni nagyon gyorsan. E, és, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy lesz egy autós műsor. Hú, mondom, az tök jó, akkor én azt így vágnám, mert hogy így mégiscsak milyen szuper lenne. Végül is autóvénához legszerelő vagyok, ugye, amit nem akartam lenni, de hogy az mégis úgy, valahogy úgy a fejembe az állt össze, hogy az milyen jó volna azt vágni, meg az olyan izé, zenés, fiatalos, nem tudom, micsoda. És akkor én az első adást azt ne, abból nem vágtam egy darabot se, viszont én raktam össze az első szombat délben Total kárt. Szerkesztőként? Nem, vágóként. Vágóként raktam akkor össze. A szerkesztője, aki a főszerkesztő is volt, a Szalé Ádám, aki egyébként a Naplónak a riportere volt, neki küldtem a basszusgitárt tabot, hogy milyen jó az Istenem. Akkor ez a kapcsolat, ez így megmaradt húsz év után? Hát ne, nem, sokáig nem, egyáltalán kiszállt teljesen ebbe a kereskedelmi tévézésből, és akkor most így valahogy egyszerűen csak összetalálkoztunk, és akkor beszéltünk, és aztán utána most így néha így beszélünk egymással. De hogy akkornak ő volt a szerkesztője, meg akkor még a a Karotta Winkler még szerkesztették a saját anyagukat, tehát akkor még bejöttek, és akkor szerkesztették a saját anyagukat, skripteltek egy papírra, hátul, egy skriptelőbe, bejöttek a vágószobába, stb. 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 És akkor az Ádám meg nagyba átnézte ezt az egészet. És akkor én elkezdtem abba a vágni, mint vágó, és akkor az Ádámnak már sok, sok volt ez. Meg ő úgy is volt, hogy csak amíg elindul, és úgy elindul egy úton, addig csinálja, mert ő a naplónak volt a főszerkesztője és hát az egy kicsit nagyobb felelősség, mint egy szombat délbe totálkár, és akkor mikor annak vége lett, akkor, akkor jött először a Ládi Csankó, aki aki a rendező volt, de közben ott a interaktív saját az egyik tagja volt, aztán ő valahogy eltávozott, akkor az egyik operatőr, a Norbi, lett egy rendező egy ideig, de aztán ő is valahogy eltávozott, akkor jött egy, egy ember két alkalomra, én közben így vágtam, vágtam, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy a Winkler meg a karottam elé úgyse kell senki, mert ezek ilyen önjáróak, viszont az adást össze kéne újra rakni, ne kelljen, mert senkinek foglalkozni. Úgyra készen, csak meg is adás. Volt. És akkor figyelj, lesz -e a rendezője. És akkor így úgy lettem rendező, hogy csak utómunka rendező, úgyhogy még nem volt ez a pozíció valójában így nagyon sehogy se, hogy olyan nem volt, hogy valaki megkap egy komplet nyersanyagot, és aztán kiad a kezébe egy adást, hogy ez az adás. És akkor ez lettem én, én így a Total Kárnál. Karotta annó, még amikor együtt dolgoztunk vele, sztorizgatott arról, hogy, hogy mennyire fontos volt nekik, hogy a, hogy a az más legyen, mint akkor egy autós műsor. Ugye megnéztem, hogy milyen volt egy autós műsor mondjuk ott a 90-es évek közepén végén, és ma már az ember így, így mosolyog rajta egy jót, akkor inkább azt mondtad volna valószínűleg, hogy lehangoló. Hogy mi volt az, amiben újat tudtatok hozni? Hát figyelj, én megmondom őszintén, nem tudom, milyen volt egy autós műsor, mert sosem néztem igazából autós műsort. Lehet, hogy ez segített, hogy nem voltak ilyen előre De igen, igen Egyrészt, aztán, aztán, az is volt, hogy a, a, nyilván a Winkler meg a Karotta, ők azért vagy így két zseni. Ők máshogy beszélnek, máshogy látnak, máshogy, máshogy beszélnek a nézőhöz, ki beszéltek, nem ilyen műmájerek voltak. Eh, hanem frankon tesztelték az autót, nem volt benne narráció, eh, mert hogy az ilyen béna, hanem elmondták, és sokkal közvetlebb volt az egész. Ez azért hozzátartozik, hogy jött egy, jött egy Kolba Bence nevezeti operatőr, aki egyrészt tajai jó operatőr volt, másrészt meg egy ilyen fazon, akire így, aki ilyen nagyon vicces volt, és minden hülyeségbe belevitte a vinkleréket. Tehát amit ma látunk, csak hogy azok is értsék, akik nem feltétlenül láttak régi Kert, a Bence olyasmi volt, igen. érzésem szerint, aztán mm -hmm. jövés ki, hogyha tévedek, mint amikor ma készül egy szabvány YouTube-ra egy autós videó, és néha a prezenter kiszól az operatőrnek, és az operatőr visszaszól. Nekem nem például nagyon megmaradt, amikor a, a, valami autóval mentek, és a, ilyen alsó állásból vette a Winklert a Benc, és akkor mit gondolsz erről Benc? És így csuklóval átfordította a kamerát, mondott három nagyon vicces mondatot, majd vissza Winklerre. Igen, csak ez nagyon fontos, hogy a Bence jól nézett ki kamerába, szórakoztatóan tudott beszélni, nem volt félelem érzete, semennyi. Tehát, hogy a, ő azt mondta, hogy gyertek már még közelebb hozzám egy kicsit, és mondta, hogy akkor elütünk, jó, jó, csak még egy picikét, uh, és, és baromi jó operatőr volt. Tehát ez hozzátartozik azért, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon jó operatőr voltám, a Bence. Vagy nem volt, mert hogy most is az. És te hagytad ezt alakulni, vagy azért próbáltál belevinni valami valamiféle te... szerkesztő? Tehát, hogy mit megnéztél mondjuk egy korabeli top gear nem, vagy... nem, én kérlek alásan, ez úgy volt, hogy nagyon sok zenés etüd volt a totálkárban. Kárban. ki, mi az az etüd, mert szerintem az emberek képek. Ez. Egy ilyen zenés montás belőle, hogy jön az hm. autó, megy meg mindenféle. Na, most az van, hogy ugye én a 98 környékén kezdtem el, amikor így csövön ment, és a fiatalokkal, és csövön ment, akkor a Z és akkor nagyon erős volt a magyar felhozatal, magyar, vagy a felhozatal magyar klippekbe, meg zenébe, és én nagyon sokat néztem, amikor minden klippet úgy vágtak, hogy ripityára. És én azon nőttem fel. Tehát, ha megláttam egy, gyorsan megy az autó, akkor vágtam egy klippet. Tehát, hogy nem, nem az volt, a, nem volt ilyen hihetetlen tudatosság, hogy akkor most ezt úgy csináljuk, hogy hanem olyan nézzünk, ó, milyen jól néz ki, és akkor megnézték a Winklerék, és mondták, hogy ó, tényleg milyen jól néz ki. És akkor így, így alakult. És ez nagyon vicces, hogy nagyon sokat szoktam ezzel röhögni, meg a karottával is beszéltünk, hogy, hogy a magyar autós, és addig nem is volt ilyen szubkultúra nagyon autós, vagy nem olyan volt. Volt, mert én is jártam ilyen gyorsulási versenyekre, de ilyen tévés műfajban nem volt. És akkor a Magyarország autós műsorát, ezt megcsinált egy történelem tanár, ugye? Amint Igen. De? egy uh, közgazdász, akarotta. A Kolba Bence, akit nagyjából az érdeket, hogy csövön keresztbe mindenen, terigázzal. Meg én, aki egyébként nem érdekeltek egyáltalán az autók, viszont klippeket néztem, tehát klipet vágtam. És akkor így állt össze, az ilyen nagyon szerencsés csillagzat volt, de ez már tud ilyen sokadik szerencsés csillagzat. Ahogy bekerültem a tévébe, ahogy Budapestre kerültem véletlenül, ahogy a Totálkárhoz kerültem, ahogy a Totálkár kialakult, ez mind ilyen a bolygónak olyan együttállásai, amik így nem szoktak lenni tényleg nagyon. És akkor nem volt tudatosság, csak jól sodróltál az eseményekkel. Csak mentünk, mentünk, mindenki dolt, Voltak ösztönből. ilyen fene nagy döntéskényszerek? Nem. Tehát olyan, hogy mondjuk megkerestek innen-onnan, hogy most gyere át, és nemet mondtál, és az volt. Vagy nem. neked a pályád az az így egy egyenes vonalban terjedt. Igen, az valahogy engem így vitt, tehát hogy tök egyértelmű volt, hogy miután mi jön, és, és nem kellett gondolkodni, mert hogy így mentem utána. És miután ott voltál ezeknek a, ezeknek a kertévés műsoroknak a kialakulásánál, elindulásánál, utána... Nem, az elindulásánál nem volt. Nem az el, A második aranykoránál A második aranykor mondjuk így. utána viszont, utána viszont jött az Index Inda hogy, hogy ez a váltás viszont hogy történt meg? Hát ez is egy a bolygó és a csillagok együttállása hogy az volt, hogy jött pont a nagy gazdasági válság 2008-ban, és még előtte az indexben volt egy ilyen törekvés, hogy majd a ő videós csatornájukat, az Indavideon lévő index videót, azt majd ők így ilyen hírportállá teszik. És akkor online hírportál lesz videóba is. És akkor a Karotta lett az ügyvezető igazgatója, és amikor az volt, hogy akkor elindulhat a bővülés, akkor tudta, hogy kell egy valaki, aki biztosan nagyon gyorsan vág, nagyon megbízható, bármennyit tud dolgozni, és nagyon rendben van a munkája, és hát az én voltam. És akkor megkérdezte, hogy oda mennék-e dolgozni az Index videóhoz. Én mondtam egy összeget, hogy oda mennék dolgozni. Ő mondta, hogy ú, uh, az nagyon sok. Mondtam, hogy értem. Ez van, ez a piaci ár, mondta, hogy oké, okay, menjek akkor oda, és akkor oda mentem, és akkor beütött a válság, és nem lett hírportál az index videó, mert hogy nem tudott hírportálra venni, hiszen fel kellett volna még venni 15 embert, de én már addigra ott voltam. Jól sejtem, hogy itt 2008 környékén még nem volt eldöntött, hogy majd a YouTube lesz a nagy videószolgáltató. Nem, akkor hanem, még nem. Hanem, hanem még reális volt az a gondolat, hogy az inda videóval kialakulhat valami. Igen. Igen, és akkor tök nagy fejlesztések voltak ott, meg, tehát akkor minden volt az égvilágon. Ez nekem egy nagyon éles emlékem, hogy én nagyjából ebben az időszakban kezdtem Totalkárt olvasgatni, és hogy kerültek fel Indevideóra már tartalmak. Igen. És az összes kommentelő azon sírt, hogy a rohadt Inda-videó nem működik, hogy létszik, tegyétek át Youtube-ra. És Nagyon sokat és sosem dolgozott. értettem, mert nekem sose voltak különösebben jó számítógépeim, nem értettem a szoftverekhez semennyire egyáltalán egy alapértelmezett számítógép felhasználó volt, és így megnyomtam a gombot, és mindig elindult a videó, és nem értettem, mi az emberek problémája, igen. de aztán és egy szobában ültem a, a, panikkal, aki az egészet programozta. <laughs> és még az ott panik, jött egy újabb komment, ó, oh, mi a baj. <laughs> és akkor neki ott felrakta a fülest, és, és nem neki dolgozott hosszú órákat. Pedig zseniális műsorok voltak szerintem az Indexen. Például nagyon emlékszem, hogy sosem érdekelt a politika, de a Respect ház Igen. volt az, ami, ami elindított a, a felé, hogy ez igenis, tehát hogy egy, egy, önmagára valamit adó embernek foglalkoznia kell a közélettel, és követnie kell a közéleti eseményeket, és a Respect House egy, egy egész jó platform volt, amellett, hogy szórakoztató legyen. És ugye akkor ott dolgozott TBG, Ásdani, aki ugye azóta 444-en teljesedik ki, de hogy itt is megvolt az a fajta hangulat, amit annyira szerettél a Kert tv vagy ez, vagy ez már valami annál professzionálisabb volt, esetleg szedetvedettebb Lent volt? Nem, az pont, hogy na, sokkal, sokkal szedetvedettebb volt igazából. össze dolgoztunk, amilyen kamera éppen volt, amilyen hang éppen volt, ahogy éppen se került felvenni, és hogy kicsit arra is hívtak, hogy ott az egészet az így koordináljam, meg így rakjam rendbe, és akkor... Az segít a kreativitáson, hogy nem volt mondjuk az, hogy minden este 7 óra 0, -0 akkor el kell kezdődni a naplónak, vagy és, tehát, figyelj, hogy ez a, így megszűnt, vagy, én... inkább, vagy inkább ez, ez gátat szabott, hogy eltűnt az a folytat nyomás. Ne, ne figyelj, az van, hogy én nagyon szerettem azt csinálni, én ilyen adrenalin függő voltam, én csináltam a napi aktívot, mondjuk, és a napi aktív, azt kell tudni, hogy ez egy ilyen infotainment műsor volt, és mindig a, a, az volt a limit, hogy egy perc anyag, limit ideje egy óra vágás. Tehát ez volt a limit. Viszont mindig a aktív indító anyaga, az a napi valami volt. Ahova mi történt aznap, oda kellett utazni, fel kellett venni, vissza kellett jönni, meg kellett írni a szöveget, és meg kellett vágni. És akkor egy óra alatt ilyen tizen percnyi anyagokat vágtunk. Tehát, hogy az volt, hogy, hogy akkor egy óra alatt... Te tehát perc... 60 perc alatt megkeletkezik 10 perc. Úgy volt olyan, hogy három vágóra osztottuk szét, és meg volt, hogy ki melyik részét vágja, és aztán egy helyen össze egy gyúrva, és export, és volt, hogy kijött a kazetta, a kolléganő átrohant mezitláb a TV2 épületébe, mert ez egy udvaron volt a tv 2 belül, de nem a vezérlőnél, átrohant mezitláb, ajtónál, minden ajtónál állt valaki szerkesztő, hogy nyitva legyen minden ajtó, berakták a szalagot, megnyomták a plégombot és elindult, mert az már a felkomfort. Am amikor az ember kívülről néz egy ilyen professzionális médiavállalkozást, azt gondolja, hogy ilyen nincs, de hogy... De csak ilyenek voltak, és én e e e ettől az egy emberén adrenalin függő lesz, tudod, hogy egyre többet, egyre durvábbakat csinálsz, és amikor átmentem a a az indexhez dolgozni, akkor, akkor az nekem egyébként nagyon hiányzott, hogy nincs az a, az a felfokozott, az a csináljuk, az a nem tudom én micsoda, viszont közben meg... Közben meg az van, hogy volt ott egy másik csomó gyerek, akik, hát akkor még ők is azok voltak nagyjából, és ez megint a mindenféle csillagoknak az együttállása, hogy így nagyon-nagyon jó dolgokat csináltak, de hogy nem tudták egy csomószor szerintem olyan formába hozni, amit az átlag ember megért. És akkor érkeztem én a kertévéből a segfej, szindróma. <laughs> aki... Ezt nekem is hányszor mondtad, hogy antipasszus, ez nagyon bölcsész volt kezdelőről. Igen, aki legyakta, a, tehát hogy legyakta a, a mellékágakat az, az anyagokból, és akkor lett az anyagnak egy eleje, egy közepe, meg egy vége. Érthető volt az egész, de tök máshogyan volt megfogva, mint ahogy ezt egy kertévé megfogta volna, vagy egy híradó, vagy egy bármi megfogta volna. És ezért a, ezáltal születtek ilyen kultanyagok, amik azóta is megállják a helyüket. És hiányzott az, hogy hú, de nagy a pörgés, hűha, nincsen, nincsen, de közben meg ez, a, ez az irgalmatlan minden dolognak a kitalálása, a tök szabadság, hogy ott ott ilyen szabadság volt teljesen. Hogy így nem nagyon mondtak semmit, nem nagyon szóltak bele, és akkor az, az a része viszont meg nagyon jó volt. Mindketten dolgoztunk a a, az index valamely ágánál. Én gyakornokként néha újságírtam az indexhez, az aztán elhelyezkedtem a totelkárnál, te pedig tulajdonképpen mindent és akármit is csináltál. És azt hiszem, az inkább egy picit gátolta a fejlődést, a munkát, hogy nem nagyon volt visszajelzés. Miben találtad meg a visszajelzést? De rendben? volt visszajelzés. Ez volt, ez volt, a legdurvább dolog. M munkatársak részéről. Ja, hát a munkatársak részéről is Hát igen, ez egy jó kérdés igazából. Tehát, mert most mert ami, a, arra jutott eszembe, amit volt. most mondtál, hogy, hogy csak csináld. Tehát, hogyha szabadon csinálhatsz, szabadon alkothatsz, az egyfelől egy rohadt jó dolog a kreativitásnak, viszont hogyha nincs semmiféle értékmérője vagy fokmérője a munkádnak, ha nem kapsz rá visszajelzést, azért az eléggé el is, meg is tudja ölni. És ha jól sejtem, akkor ezt mondjuk a kertévében a TV2-nél, megkaptad, meg kellett, hogy kapjad, viszont lehet, hogy én emlékszem rosszul, de hogy ez mondjuk itt az Ketté online... Éve se kaptad meg. Nem? Nem, az egy munkahely volt. A többi, a... nagyon nehéz egy... egy médiában dolgozó embernek a... Min... Tehát ez a rész nagyon nehéz a munkájának, mert az, hogy nagyon szeretünk, nagyon jó, nagyon jól csinálod, a nagyon minden szuper, az összeszerkesztő, nem tudom micsoda, és aztán vége a munkának, és akkor már így egyébként nem. Tehát, hogy ez alapvetően rengetegszer a munkádnak szól amit még az elején beszéltünk. Igen. Az nem neked szól, hogy mennyire szeretnek, és mennyire akármicsoda, de nem olyan visszajelzés, olyan, azért, azért jött ilyen visszajelzés, mert veled akartak dolgozni. Az volt a visszajelzés, hogy veled akarták megvágni az anyagokat, hogy téged jelöltek ki a nem tudom én micsorára, hogy te vágtad a nagyobb műsorokat, hogy te csináltad a nagyobb valamiket. Ez volt a visszajelzés, de de ez volt a visszajelzés igazából. És itt meg azért az van, hogy én nagyon furán találkoztam azzal, hogy, hogy megnézték a videót 14 ezeren, mondjuk. És hogy az volt, hogy a tévében megnézték 200 ezeren de a 200 ezer és a 14 ezer, az, a 14 ezer valahol ilyen valódívnak tűnik. Mert azt tudod, hogy rákattintott és megnézte. Egyébként megjött egy ilyen görbe, és azt mondták, hogy a tegnapi, nem tudom én, totálkárt megnézte, nem tudom, 130 ezer ember. És akkor az így jó. De a 14 ezer ember, aki ráadásul alá kommentel a videód alá, hogy az egy ilyen, na hát, hogy ezek tényleg ilyen, ilyen nézők, ezek nem ilyen számok hanem ezek ilyen nézők, akik még így vissza is jeleznek, hogy így oké okay vagy, nem oké okay vagy, mi van. Én gondolom azért a tévének is írtak néha levelet, de az már a nagyon-nagyon elvetebült. az nem jutott le, plusz a másik azért az az van, hogy nyertünk ott azért négy hégető Honorka díjat hm. az Index videóval. És szinte mindegyik egyik se kifejezetten anyagdíj volt, hanem mindegyik egy ilyen szerkesztőség, vagy nagy része egy ilyen szerkesztőség díj volt ilyen alkotói díj volt azért a munkáira, amit ott csinálunk. Azért az se volt ilyen nagyon rossz visszajelzés. Szóval, hogy, hogy ja, igen, azért volt visszajelzések, nem úgy, hogy ne, nem úgy, mint egy ilyen egyéb munkáján, hogy azt mondják, hogy jaj, de jó. Nagyon, nagyon nehéz ezt a dolgot szétválasztani, és szerintem ebbe, ebbe csúsznak bele amúgy sokan, hogy, ahogy szerintem mi is belecsúsztunk például, hogy el, úgy éreztük, hogy elkészítettünk életünk anyagát, amit aztán... Mindig. Mindig. Amit aztán megnézett 15 ezer ember. És ez a 15 ezer, ez mondjuk abban az időszakban volt, amikor mondjuk egy, az ember már 100 ezer környékén sem feltétlen mosolygott, mert még lehetett brutál nagy eléréseket csinálni, és akkor elkezded a számokban értékmérni a Igen. munkádat, Igen. ami nem egy előnyös hozzáállás, igen. És nagyon nehéz szerintem fejben átállni arra, hogy a munkád valódi értékét ö, megfogd, megbecsüld, vagy összeragd magadnak. Igen, ez megint egy, ilyen, megint egy ilyen ego kérdés, amiről szól a média is nagy részt az egókról, hogy tud azt értékelni, hogy így, figyelj, lehet, hogy ezt nem nézték meg annyian, de mi tudjuk azt, hogy az mennyit jelentett, vagy miért volt fontos. Az egy, az egy érdekes dolog, hogy az miért volt fontos, az az anyag nekünk. Tehát azt egy idő után azt kell értékelni, hogy Winkler mondta, ugye, hogy lehet, hogy csak a en olvasták el, de az 5000 elégedett olvasó, aki másnap is visszajön, mert ő megkapta azt, amit szeretett volna. És hogy tényleg ez van, hogy egy idő után muszáj megérteni azt, hogy így figyelj, lehet, hogy ezt csak ennyien nézték meg, de érted? Ha nyolc szó fingopárnál azt lehet, hogy többen nézték volna meg, csak közben meg az van, hogy. Azok és, akkor, nem és akkor egyébként meg így végig is a világnak. Ez, ez egy, ez egy rohat jó mondás, ez adtunk valamit a világnak. Tehát, hogy ugye, amikor az ember elkezd belecsúszni ebbe a videózásba, én legalábbis azt vettem észre magam, hogy mindenből videót akartam csinálni, amiről te aztán jó gyakran leveszett, hogy nem biztos, hogy erről videót kéne csinálni, ha annyira érdekel inkább ír róla egy cikket. Mert hogy, tehát, hogy csak akkor indítsuk be a kamerát, hogyha van tartalom, hogyha akarunk valamit mondani. Igen. És ez, ez is egy olyan mentalitás, amit rohadt nehéz magadévá tenni. De, de muszáj, szükség van rá. Igen, bocsánat, forgassunk mindenről videót, csak tudjuk, hogy az miért videó, és miért nem egy cikk. Igen. Tehát nem az volt, hogy ne forgassunk róla, forgassuk, de mi benne a videó? Így van. Mi nem a cikk? Miért, hát, miért, mivel ad ez többet, mint egy autós bármi? Tar autós tartalmaknál ezt ugye viszonylag könnyű megfogni, hiszen mondjuk egy autónak látványa van, hangja van, füstje van, stb., ott úgy viszonylag magától értetődik, de, de mondjuk, hogyha az ember egy közéleti témát akar oda, oda tárni a közönség elé, amiben, amiben nem feltétlen van videósan megfogható elem, akkor azt, akkor azt nem biztos, hogy úgy kell. Igen. Azt nem biztos, hogy úgy Igen, kell. Igen, ezeknél az anyagoknál volt a, a figyelj és akkor mi lesz a képen? Mi fog történni? Igen. Hát, és azt akkor itt vagyunk 2023-ban, ahol a videós tartalom, szerintem a YouTube-on most a legjellemzőbb videós tartalom azok a úgynevezett beszélő fejek. Nagyjából bármilyen témában. Most, hogy ez éppen podcast és két ember beszélget, vagy egy ember előad valamiről, az nagyjából mindegy. De hogy, de hogy úgy tűnik, hogy a, a hagyományos olvasott cikkekről áttevődött erre ez a fajta tartalomfogyasztás, amit az emberek előadnak. Igen. Nem? Igen. De igen, igen és én emiatt szomorú is vagyok, és nem amiatt vagyok szomorú, hogy ez így alakult, hanem Bocs, mond. Nem, nem, fejezd be. Csak ezek hogy ott... én azért vagyok igazából emiatt szomorú pont, mert hogy, mert hogy egy csomóhoz valójában, én nem értettem sokáig, hogy ez hogy működik, és akkor egy barátom mondta, hogy ez úgy működik, hogy egyébként az emberek ezeket a videókat, ezeket podcastként hallgatják. És ha valami érdekes van nekik, akkor belekattintanak a képbe. És akkor én így ettől, ettől így szomorú lettem. De hogy így, oké, okay, hát ha ez a világ, ez a világ, menni kell utána. De ezt te többször elmondtad, hogy te viszonylag fogékony vagy az újdonságokra videós trendek tekintetében, viszont hogy viszont, hogy van már az a pont, ami mondjuk már úgy érzed, hogy neked sem fog soha menni, most amikor legutóbb beszélgettünk erről, az a TikTok. Tehát ja, a, igen. a TikTok esztétika, a TikTok vágási ütem, a, a TikTok humor. el, és ott is megtaláltam. <laughs> ott is megtaláltam, illetve nem, nem igaz. A TikTokerek kezdenek, ez egy nagyon érdekes trend szerintem a... a nem tudom, Radics Petri járt így, hogy először csinált ilyen fal előtt ülő bizbaszokat, és aztán látszott, hogy hogy fejlődik az egész. És látszott, hogy és akkor világítás lett, és akkor izé lett, és akkor már olyan rendezővel forgatott, aki egyébként rendes reklámfilmes. És hogy így az van, hogy egy, egy idő után, ahogy korosodik az ember, vagy sokat csinálja már azt, előbb utóbb elkezdi unni, már nem elégítik azt, hogy nem tudom én micsoda, és elkezded egyre egy gyártani. És ugye a, a TikTokon pont a Csepregi Danival küldte nekem, mi mindig beszélünk, hogy úgy, milyen videót fogunk csinálni, nem fogunk sose egyébként, de nagyon jókat elbeszélgetünk rajta, hogy ilyet is kéne csinálni, és ő pont küldött, hogy van egy olyan TikTok trend, hogy a... Hogy hívják, aki a Grand Budapestet rendezte? Um, igen. Igen, neki van egy különleges látásmódja, és abban a látásmódban Anderson. csinálnak. Igen, és abban a Ez látásmódban Anderson. csinálnak TikTok videókat. És hogy milyen jó kéne egy ilyet csinálni. És hogy érted, nem az történt, hogy a TikTokra még egyább dolgok kerültek fel, hanem megjelent már az a réteg a TikTokon is, aki ilyen igényesebb dolgokra vevő. Szerintem valami hasonló mehetett végve a YouTube-on is. Hiszen mit gondoltunk, mi volt a YouTube-on először? Milyen YouTube videókat láttunk először? Cicás videó, meg fél videó. Igen. És eltelt 15 év, igen. És ma mondhatjuk azt, hogy ma a magyar közszolgálatiság, hogyha elfogadjuk azt, hogy a partizán, akkor az meg a Youtube-on jelenik meg, mint platform. Tehát viszonylag nagy utat jártunk be. Tehát sokan... És bocsánat, úgy, hogy azért a partizánt is, hogyha megnézed, az beszélgető fejek. Azért az jól néz ki. Igen, igényes. Tehát szerkesztve. Az... És szerkesztve. Nagyon durva. Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy szóval, hogy, hogy valahogy mégiscsak úgy történik, hogy, hogy a TikTok, a nem tudom milyen videók is eljutnak odáig, hogy így elkezdenek mégiscsak nem tévébe, de ilyen igényesebb, tévésebb, akármilyen tartalmat gyártani, és persze van egy csomó kis cicás, segre esett, izé, nem tudom én, fejre esett a törpe, megette a kígyó, de hogy van mellé egy csomó oktató videó, én rendszeresen, én fényelek, vágok Da Vinci be és fényelni, vágni, már hogy Da Vinci-be vágni, YouTube-ról tanultam meg, a TikTokon követek most egy kínai lányt, aki úgy néz ki, mint Mulan egyébként, egész elképesztő, és hogy ő olyan, olyan mm, diszolvokat csinál, amikor elfordítja a kamerát, visszafordítja, és tök máshogy néz ki, más van, stb. Ami nézem, hogy egy embernek ez hogy jut egyáltalán eszébe? És az van, hogy de ő is egyre elkezdte még valahonnan, és aztán most már bevilágított helyen, jó kamerával, jó akármivel, vagy ott, a, ahol te már voltál a vr igen. érted? Ott egy 4 hatkás kamerákkal, jól bevilágított a stúdióba. Két így áll. Igen. igen, és hogy igen, ki van véve nekik is a vicces mondatok, és ki YouTube sortba, de közben azért vannak ilyen műsorok, amikre ők rákészülnek, és felkészülnek, és jól néz ki, és jó szemnek. Tehát, hogy, hogy, valahol a kettő összeérik azért. Egy idő után az igényesség mindenképpen utat fog törni. Tehát mindegy, Én, hogy a platform milyen. És ugye, amivel felütöttük ezt az egészet, hogy meddig lehet, ezeknek a trendek, meddig lehet ezeket a trendeket elsajátítani, beépíteni a saját kreatív eszköztáradba, hogy ez így a kor előre haladtával, ez, ez, mindig tartható, vagy ez most már azért úgy nehezebb? Ah, sokkal nehezebb. De én közben az van, hogy én, én még mindig nyitottabb vagyok egy csomószor a mindenféle dologra, mint, mint akár a korosztályom szerintem de hogy de én is már mást vágok. Tehát én már nem vágok videoklipet. Elvégre, ugye mondtam, Totáker, minden videoklip volt. Megnézted az aktív című műsort, abban is zenés izé bizbaszok voltak. Ha megnézted egy naplót, az is videoklippes izé volt. És ahogy így, ahogy így haladtam előre a korral, elkezdett egyre jobban nem az, vagy nem úgy foglalkoztatni hogy így most akkor én mindenképpen mindenből videoklipet kell, hogy csináljak. Mert, mert nem. Tehát, hogy, hogy beszélünk sokat erről, hogy a mostani generáció, pont most mondta valaki, hogy már olyan TikTok videók vannak, hogy osztott képernyő, és fölül valaki beszél a pénzügyi tanácsadást tart, alul pedig megy egy, egy kodos videó, mert hogy valamivel a TikTok generációnak is fenntartják az érdeklődését, de azért meghallgassa, miközben nézi a headshotot. És hogy szerintem az van, hogy előbb-utóbb majd ők is el fognak oda jutni, hogy idősebbek lesznek, gyerekük lesz, olyan munkájuk lesz, stb., és majd ők is meg fognak nyugodni, és akkor majd majd utána jön egy másik generáció, akikre ők is úgy néznek majd, hogy édes Istenem, hát amikor én nem ilyen voltam gyerekként, milyen zenét hallgattak? Igen. Ezek igen, a mai fiatalok. igen, 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 igen és hogy szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen generációs dolog, hogy ahogy idősödsz, egyre jobban nyug, nyugszol le, egyre jobban érdekel a külpolitika, miközben előtte egyáltalán nem foglalkoztál vele, és hogy, hogy engem is elérte ez, én a lehetőségekhez képest még nyitott vagyok dolgokra, de már nem, a, nem olyan dolgokat vágok vagy csinálok, amikhez az kell, hogy 21 éves legyek. És sokszor emlegeted, hogy, hogy eltelt 25 év, és 25 éven keresztül vágtál, szerkesztettél, meg azért voltak ilyen Bősé, rendeztem. Bőség, bőség, ilyen menedzser jellegű feladatok. Meg jellegű feladatok, igen. Így van. És hogy, és hogy, ö, hogy most már azért jó lenne valami mást is csinálni. Azzal az készettel, amit te itt összeszedtél, akár az internetes videózásban, akár, akár ö, a kertévében, milyen irányból lehet tovább menni? Hú, figyelj, nagyon sokat gondolkozok ezen, tényleg. Végtelenül sokat gondolkozok ezen, hogy mit lehet ezzel az egész kezdeni. Most, most egy, próbáltam previzartisztkodni, elvégeztem ez egy képzést, a previzartisztkodás az a... Vannak ilyen nagyon bonyolult film, ezt most ilyen nagyon egyszerűen lefolytatítva, vannak egy nagyon bonyolult filmek, ugye egy szuperhősös film a Disney channel amit ők csinálnak az univerzumba, hogy hogy veszed azt föl, vajon, hogy a Superman felrepül, és akkor forog a levegőbe, körülöttem egy a kamera, és aztán verekszik még valakivel valahogy, és akkor ott is még máshogy forog a kamera, de van egy totál, amiben és ez, ez hogy rakod össze? Mi a felvételi technológia? Hova rakod a kamerát? Mit csinálsz? Nem tudom, mi, mi csodába. És hát minden, vagy hát nagy része az amerikai szuperprodukciók azt csinálják, hogy megcsinálják ilyen nagyon egyszerű, most már nem is olyan egyszerű, de régen még megcsinálták ilyen nagyon egyszerű 3 d animációnak az egész filmet, úgy, hogy van kompletten. Tehát legenerálják a mozgásokat, ott fognak majd ők verekedni, oda fölrepülnek, oda izé, azt lekamerázzák, és amikor megnézték a filmet, és átvették, és azt mondták, hogy ez jó, akkor kitalálják, hogy az hogy vegyik fel. Tehát, hogy megvan a film, ilyen egyszerű, álkombálkom bizbaszokba, már nem is igazából, mondom, már nagyon menő Régen mondjuk ilyen Volt egy konceptartist, aki így. megrajzolta az adott jeleneteket ceruzával. Igen. És az operatőrök ahhoz találták ki a beállítást, csak ez most az csak akció. Csak most már, most már 3D-ben megvan, mint egy 90-es évek beli, já, izé, számítógépes játék, kb. olyan minőségben, illetve mondom, most már esély az most nagyon jó minőségben, és ez, ez oké, okay, ez a film, ez lesz a film, hogy vegyük fel. Tehát a bosszú a, a csak a previz része ment két évig, azt hiszem. Két évig készült a previsz. Igen, Aztán igen. Én. És akkor kitalálták, hogy még hogy fel az első, első ilyen a Pánikszobában volt, ha megvan neked a pánik szoba igen. című film. Krisztina. A egyik első szerepet talán még kislány volt. Igen, igen, igen. És, és elolvasták a forgatókönyvet, és mondták, hogy félsz. Ez, ez nagyon jó. De hogy egy szobába. Hát hogy ez ez izgalmas. És akkor azt mondta a rendező, hogy oké, okay, akkor csináljuk meg. És akkor megcsinálták ilyen, és bemutatták, hogy nézd, izgalmas a film, ú de jó. Na, akkor ezt fogjuk leforgatni, erre kérünk pénzt. És adtak pénzt rá. És akkor most én previsszel kezdtél foglalkozni? És akkor én nem, én elvégeztem egy ezzel foglalkozó iskolát, de aztán kiderült igazából, hogy nem pont van, és nem úgy van, és az ember nem látja, abban sincs, hogy bennem, úgyhogy abból aztán nem lett semmi, de az egy ilyen próbálkozás volt, hogy pont az én skillsetemmel, ami már, mondom, rendeztem stúdióműsort, rendeztem rendes reklámfilm, reklámfilmet, ami nagy költségvetésű reklámfilm volt, utómunka rendeztem, dolgokat, filmeseket is, hogy az pont az van meg, ami elméletileg egy previzartisztba kell. Hogy tudja a plánokat, ismeri a dramaturgiát, stb. 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 gondolom, ez jól fog menni, és hát kiderült igazából nem, mert hogy ők valójában previzartisztnak egy fiatal valakit keresnek, akit még lehet formálni? formálni, és 42 3 akkor még 41 éves embert, akinek azért már vannak körülbelül különböző tapasztalatai vannak, az nem biztos, hogy úgy lehet formálni és akkor hogy valahogy ez nem jött össze, és akkor, akkor, nem, akkor megint tévéztem, és akkor most, most teljesen véletlenül alakult egy ilyen, hogy felhívtak egy helyről, ugye én kicsit lettem a Total Car főszerkesztője, és ennek a kapcsán felhívtott egy ilyen média tartó iroda, hogy így, hogy egy autós cégnek tartalak médiatréninget, média és segítsek már nekik, mert, mert hogy hát azért egy tök speciális dolog az. És hogy menjek már el, és és ott, ott segítsek lefordítani magyarról a magyarra, ugye a mérnököknek a mondatát, amiben viszonylag nagy rutinom van az elmúlt 20 évben, hogy magyarról a magyarra fordítsak műszaki embereknek a gondolatait, meg hogy hogyan kell beszélni, meg mi néz ki jól a kamerába, és elkezdtem ezzel foglalkozni, és azt nagyon szeretem csinálni. Ezt nagyon szeretem csinálni, és nagyon fontos ebbe, hogy, hogy az van, hogy egyrészt tanítok tanítok dolgot embereknek. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Ezt a fajta tudást azért felteszem, az a, az a nagyon sok évnyi rendezés alapozta meg, Igen. hogy embereket kezelni. Tehát emlékszem én is, hogy korai videóknál, hogy jöttél hozzám, de, hogy Anti, nyugodj meg. És nyilván, amikor azt mondják neked, hogy nyugodj meg, akkor minden, amit tudsz csinálni, az a, bármit tudsz csinálni, csak megnyugodni, nem? De hogy, de aztán megnyugtattalak végül. Hát ez kellett hozzá egy 8-10 videó, de aztán végül is igen, szép lassan összejött. Ez egy, ez egy hosszabb folyamat volt talán nálam. De hogy ugye a médiában dolgozó emberek, amennyire én látom, azért ugye mindenki szép nagy egóval rendelkezik, hiszen igen. egy operatőr hisz benne, hogy ő tudja, hogy kell kezelni a kamerát. Igen. Az előadó hisz benne, hogy neki mindent el kell mondania. A rendező hisz a víziójában, hogy mit akar látni, és hasonlók. Szóval, hogy ez azért ez egy, ez egy konfliktusos pálya. Igen és ezeknek a konfliktusoknak a kezelése. Én azért úgy gondolom, hogy te egy érzékeny ember vagy, aki hajlamos a szívére venni dolgokat, szóval hogy hogy lehet ezt megtanulni, hogy lehet ezt elsajátítani, és hogy egyáltalán meg lehet ezt csinálni, anélkül, hogy az ember egy kicsit besérüljön. Nem, 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 nem lehet megcsinálni, és nagyon sokat fú, dolgoztam magamon, ezt hülye hangzik, de ettől még ez van, szóval, hogy ilyen mindenféle pszichológustól kezdve mindenféle dolgokhoz jártam, hogy ezt valahogy rendbe rakjam, mert én egy kicsit uh, impozív vagyok, hogy így mondjam, uh, és ez nem vált az előnyömre. A hosszú évek alatt sokszor, sok helyről az az, hisz, hogy nagyon jó velem dolgozni, nagyon jó, amit csinálok, mindig szuper, amit csinálok, de hogy azért én egy ilyen, én egy ilyen kemény fejű csávó vagyok. És hogy közben az van, hogy ebbe a szakmában meg szerintem egy csomószor kell, hogy az legyen, meg nagyon sok ember ebben a szakmában kontrollfreak, control tehát én mondjuk 20 éve dolgoztam már, amikor először veled dolgoztunk, az első anyagot odaadtad, hogy vágjam meg én, és én addigra már, hát ugye azért már láttam ezt-azt, és, mond, és mondtad, hogy figyelj Robi, figyelj, de hogy, hogy tudom, hogy tudod, de hogy figyelj, hogy ebben nagyon sok hang legyen, ebben nagyon sok kipufogó hang legyen, és így hello, figyelj már, én azt csináltam, amikor nem tudom, te 2002-ben hány éves voltál, de hogy én már akkor ezt csináltam. 11. Na, szóval, hogy és akkor így nagyon nehéz, és mondjuk én nem például nyomon követhető a, a, fejlődésem, már mondjuk 20 évvel ezelőtt csak elküldtelek volna a picsába. ki azon az ajtón, azt ne vissza többet, és ez sajnos el is fordult velem, de akkor az volt. 10 évvel ezelőtt csak azt mondtam volna, hogy figyelj, Anté, majd azt jobban tudom. És most meg azt mondtam, hogy oké, okay, anti és akkor, és akkor te megnyugodtál, hogy oké, okay, akkor ebben lesz, mert hiszen mondtad, és megértettem, hogy te miért mondod nekem, mert mindenki kontrollfreak ebbe a szakmába És Igen. mindenki ego, és mindenki azt gondolja, hogy amit ő csinálja, úgy lesz igazán fasza És hogy nem lehet ezt máshogy csinálni, szerintem, hogy mindenki sérül benne valamelyest. Most gondolj bele, én egy olyan utómunkarendező rendező vagyok most jelen pillanatban, vagy vezető, vagy tudod, vágó vagyok. Na most a vágó vagyok, mindig szoktam mondani, hogy Kovács az is, aki lovat meg aki kerítést hajlít. De a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Én úgy vagyok vágó, hogy mondjuk most négy emberrel dolgozom, hozzám tartozik a, az ingest is, tehát amikor behozzák be, be hozzák az anyagot, bemásolják, konvertálják, összeszinkronizálják, kiadják aztán majd hozzám fog tartozni az is, hogyha kimegy egy hangutó munkára, VFX-re visszajön megnézni. És akkor én egy ilyen viszonylag sok dolgot csinálok vezetőként. De közben önállóan dolgozok, de néha megjön a rendező, aki azt mondja, hogy az nem úgy legyen már. És akkor addig te voltál a rendező, de utána nem te a rendező, aztán utána megjön a Soránner, a Kalamár Tamás, akitől megint csak nagyon sokat tanultam, megjön és azt mondja, hogy Robikám, figyelj, a rakjuk be. És akkor én tudom, hogy én az én értékrendem szerint, az tök jó, amit összeraktam. És akkor mondjuk az anyag 95%-a jó, az 5%-ban azt csináljuk teljesen máshogy. de most akkor abban a 95%-ban tudtam jól, amit csináltam, vagy és elfelejtettem arra a maradék 5-re, vagy akkor most, szóval hogy ezek ilyen nagyon, nagyon nehéz dolgok ám igazából. És nagyon könnyű összeveszni, nagyon könnyű ego kérdést csinálni belőle, és nagyon sok szerencse kell ahhoz, hogy olyan emberekkel hozzon össze a sors, akikkel akivel meg tudtok bízni egymásba. Hogy én meg tudok bízni a Tamásba, és elfogadom a véleményét, hogy ha ő azt mondja, hogy az úgy lesz a jobb, akkor lehet, hogy szerintem nem lesz jobb, de el tudom fogadni, hogy vannak bizonyos szempontok, amik szerint az úgy jobb lesz. Hát, bocsánat, ha te azt mondtad egy anyagunk vágásánál, hogy figyelj, nézd meg, mert úgy volt, akkor közöttünk nem volt igazából onnantól kezdve a totálkárba. Egyszer előtte nagyon összevesztünk, akkor nagyon kiabáltam, igen. sajnos, de te utána, amikor együtt kezdtünk el dolgozni, nem volt ilyen. Te elhitted, hogy az úgy a jó, és ha volt kérésed, akkor én azt megcsináltam. Na, az, az összeveszés inkább is csak ilyen tapasztalati hiány, ilyen technikai jellegű dolog volt, ha jól emlékszem. Janikával, amikor a... Janikával, igen, <laughs> Janikával igen, igen, igen. Ivi az... Jánosra a versenyző az... vezetni tanított engem. Igen, az ívát ívát ez mintha én találtam volna ki, pedig ez még akkor nem én voltam. Igen, igen. Szóval, hogy, szóval, hogy, hogy nagyon meg kell találni a, a hangot, és, és, azért is nehéz egy csomó szerelőjébb jutni, mert nyilván az összes rendező megtalálja a, a, saját emberét, ami, akivel együtt tud úgy dolgozni, hogy megbízik benne, és ha mond neki valamit, az megcsinálja, de tud szólni is, ha mégse úgy van, vagy mer szólni, ha mégse úgy van, tehát nem egy ilyen, egy ilyen izé, aki bólogató János, aki csinálja, hanem szól, hogy figyelj, de biztos ezt akartad csinálni, és ez nagyon, nagyon sok minden, és akkor megint, megint visszajövök, a nagyon sok minden a csillagoknak az együttállása kell, ahogy nekem a totálkár volt, a Index Video volt, a Város TV volt, hogy így, hogy így megtaláld azt a közeget, akikkel te együtt tudsz dolgozni. Igen, csak közben amúgy egy picit az is benne van, hogy egyszer a Clarkson ütött fel azzal egy autótesztet, már nem is tudom milyen autótesztet, hogy semmi nem származott még semmi jó nem származott még abból, ami egy meetingből jött ki. Mert ugye a meeting az olyan, hogy valaki előtárja a jó ötletet, majd valaki beleszól, hogy figyelj, itt még ezt kéne, azt kéne, akkor annak egy negyedik ember nem örül, akkor azt ott lecsapják, akkor az úgy nem úgy lesz, és, és kialakul valami, ami teljesen más, mint az eredeti ötlet, és nem is nagyon jó. És hogy a, a legnagyszerűbb dolgok szerinte abból születnek, amikor egy ember kitalál valamit, és azt következetesen végigviszi, egy nyilván egy hozzáértő ember, és akkor ebből lesz valami markáns, kézzel fogható jó. És szerintem azért ez az ego kérdés egy kicsit ebből is táplálkozik, hogy, hogy a tartalomgyártóként az ember végig akarja vinni a, a koncepcióját, mert őszintén hisz benne, hogy az úgy jó. Igen, de én ezzel nem értek egyet. Akkor Clarksonnal nem értek egyet ezek <laughs> szerint hogy igen, az úgy van, hogy te mondtad, de hogy közben meg az van, hogy igen, én is egy ideig hülyeségnek tartottam a meetingeket, és aztán amikor olyan helyen dolgoztam, ahol akikkel szerettem együtt dolgozni, meg jó volt együtt dolgozni, meg tudtunk együtt dolgozni, például veled, akkor neked volt egy alapötleted, hogy ez lenne, és aztán megkérdeztél, hogy és egyébként figyelj már, hogy, így, hogy mi, mi, még? És akkor mondtam, hogy hát szerintem az kéne, hogy így és úgy és amúgy, akkor az egy meeting? Tulajdonképpen igen. És jobbak lettek az anyagok tőle? Igen, mondjuk valószínűleg sokat számít, hogy csak ketten vettünk részt a folyamatban. És akkor még a Roland, aki leg... szintén itt dolgozik, Árma. akkor már hárman voltunk, de meg, meg, a papírt, a... aki mondott még valamit, és akkor várde így, és a végül mindig jobb lett egy kicsit az anyag, Igen. nem pedig rosszabb. Igen. Jó, ezt megadom, ezt megadom. És ha visszakanyarodunk egy kicsit oda a Total Káros tévés időkhöz, uh, azt szerinted mikor ért a csúcsra, és mit, uh, mi, mikor állt össze úgy, hogy annyira jó lett? Szerintem az az első két évben. És ez sokáig ment még úgy, hogy már, illetve amit én csináltam az. Az is nagyon érdekes kérdés, hogy sokat beszélgettünk mi is erről a Totálkáról, és az volt, hogy volt egy nagy hype az elején, és akkor nézte mindenki, és egyre jobb lett, egyre jobb lett, és egy idő után igazából ismételte önmagát, valójában. És már mindenki tudta, hogy szombat délben Totálkár, de senki nem nézte. Mert igen, igen, a két vicces csávó, igen, tudod, hogy én is leszoktam ülni megnézni, és mi volt a múltkor? Pont nem tudom, mert pont akkor nem ültem le. Tehát, hogy ilyen kult műsor lett, és akkor volt egy lehetőség, hogy akkor nagyobb legyen, az nem sikerült, mert kiderült, hogy azért mégsem mi vagyunk a magyar gear, valójában, mert hogy nincs végtelen mennyiségű de... pénz, és nincs végtelen mennyiségű gegmen, aki megírja az egészet mert hogy ez nem úgy van, hogy csak ők kitalálták, azt a beleültek autókba, hanem ott irgalmatlan mennyiségű ember dolgozott azon, hogy álljanak a viccek, a poénok, a nem tudom én micsodák, még ha hozzá is rakták a magukért. Na nálunk ez nem volt, nálunk ez egy két ember, amit éppen a fejből kitalált, és amit az operatőr még hozzárakott, és aztán még amit én kitaláltam viccbe, utómunkába, azok voltak, de ez nem lett végtelen mennyiségű energiaforrás. És akkor, és akkor nem, nem, egy idő után elkezdtük ismételni magunkat, és volt egy markáns váltás, amikor átment a tv 2 én az Index kezdtem el dolgozni, és átment az OMG vizuálból, vizuálba, a Szeljak Gyurékhoz, és a Gyurék meg, meg ők nagyon-nagyon képbe gondolkoztak. Tehát, hogy amíg a Bence, meg én azért beleszóltunk a tartalomba, meg a nem tudom én micsodába, ők meg sokkal inkább én látom, hogy majd ott jön el, és akkor ott egy kis átélezéssel, és akkor jöttek be a fényképezőgépek, és akkor minden ilyen nagy mélységélésség, vagy kis, ezt sose fogom tudni, de hogy minden ilyen életlen volt, csak az volt, az éles és slider volt, akkor jött be a slideres időszak, hogy minden egy volt, ami létezett a Földön, és akkor gyönyörű totálkár lett belőle, de az se lett igazából kult. A kultsághoz szerintem azért az újdonság ereje az nagyon sok Abszolút. Kell. Igen, mert egy idő és ráadásul Taránti, azt tartozik, hogy idő is csak 3-4-5 évente ad ki egy filmet, valószínűleg ha gyakrabban tenné, akkor nem lenne kult. Igen, és az meg, hogy mindenki egy idő után elkezdett totál kárt csinálni. Hogy egy idő után mindenki azt, mindenki vicces, Izé ilyen kamerával felvett, olyan, ézé, akármit ahhoz megszólal az operatőr, ahol és tudod, akkor már azért a nagy média zajba, és egyre nagyobb a média zaj, abból kitűnni már így sokkal nehezebb volt, és, és, ők is mondom, már magukat ismételték egy csomószor képidek aztán mindenkek lett fényképezőgép, akkor már képidek se volt olyan, és akkor egy, egy idő után így valahogy, valahogy, már nem volt olyan mégse. De mi is mindig nagyon jó volt. Tehát tök mindegy, hogy most a képi volt nagyon jó, mert a gyűrék csinálták, vagy a vagy én csináltam, és akkor jobban volt szerkesztve, de bénább kamera, mindig nagyon jó volt, csak az elején volt egy hatalmas felfutása, amikor nagyon jó volt, és aztán mivel két emberen múlt az egész igazából. Ezen is nagyon sokat beszélgetünk, hogy mennyire fontos a képi világ nekem, meg neked. De anyámnak nem fontos a képi világ igazából. Annak az a fontos, hogy a tartalom az egyébként milyen. És, a, és ugyanaz a két ember készítette a tartalmat, és egy idő után már nem vicces volt, vicces volt, de nem annyira vicces, hogy mindenképp megnézd. Te most így mit érzel, ha most kéne ilyet csinálnod, mondjuk YouTube-ra, mert az most ugye a menő platform, ami ezt megengedi. Még mindig inkább a képi világra koncentrálnál, vagy most inkább előtérbe helyeznéd tényleg a tartalmat, a gegeket, a, a azt, hogy az egész jó pofa legyen? Szerintem a kettő együtt. Együtt van. Azt szoktam mondani, hogy miattuk volt jó, ez sarkosítás és nyilván nem így van, vagy sarkítás és nem így van, azt akarom mondani, hogy tőlük volt jó és tőlem volt kész. És ez ugyanilyen dolog, hogy nincs az egyik a másik nélkül. Ők mondhatnak vicceset, ha én aztán nem jól csinálom meg. Én megcsináltatom mm. nagyon jól, ha ők meg nem lesznek olyan viccesek benne. Hogy mind a kettő kell hozzá és még ez se garancia arra, hogy majd nagyon sokan fogják megnézni. Tehát, hogy így, nincs meg szerintem az egyik a másik nélkül, és Egyébként a képi világ szépségét, az egyébként tényleg magadnak csinálod. Hogy amit most meg tudunk csinálni, a, 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 a kultúra, a képi kultúra a nézőkbe, az nem fejlődött odáig, szerintem. És ez teljesen normális. Hát miért fejlődött volna odáig? Hát most Persze. ők meg, megkapcsolják a tévét, megnézik, nem nézik speciálisan azt, hogy úristen, nem tudom én micsoda. Viszont az van, hogy magadnak meg egy idő után muszáj fejlődnöd, hogy fenntartsd az érdeklődésedet még valahogy. Amit, a motiváció amit a TikTok, megőrzése. TikTok, ez... amiről a TikTokról beszéltünk, hogy ők is, ahogy akartak, egyre több, nem csak úgy azt akartak ismételni, akkor legyen egy kicsit, nézzen ki jobban, próbáljuk ki az ezt, próbáljuk ki az azt, legyen benne drón, legyen benne ez, legyen benne az, és akkor a végén megérkezel az ideálishoz, hogy jó a tartalom is, jól is néz ki. Uh, Bocsánat, in... és ennek a tökéletes, ennek az egésznek, amire beszéltünk, és mennyire nézik vagy nem nézik, megint csak nevekkel bajba vagyok, hogy van ez a, nem tudom melyik csatorna csinálja, amikor gyorsulásos videókat csinálom, mióta az autók. Nem. nem, nem, a Hegertin, a camisa a... Igen. Bődületesen kurva Geniális. Olyanok. És hogy nem nézik meg, ő, nem nézi meg őket három millió ember. Igen, tehát hogyha ha Matt Watson a Carvau csatornán kimegy gyorsulgatni autókkal, azt egy reptéren, és ilyen, ilyen kettő pixel egy autó, mert annyira kropolják a GoPro képét, hogy még látszódjon, azt sokkal többen nézik, mint a Kamisának ezeket a, ezeket a gyorsul, uh, ezeket a, hát szerintem egy nagy játékfilmes igényességű videói, mert abszolút. Az, az hollywoodi minőség, amit ő ott csinál, és harmad annyian nézik, mint azt, hogy ott GoPro-ba gyorsulgatnak a repéren, Igen. Igen. Ami... Sokáig azt éreztem, hogy tragikus, de azt rájöttem, hogy igazából nem csak az egyikük jobban ráérzett valamire, a másikuknak viszont van pénze kielégíteni a saját egóját. Így, így nagyjából igen. Nagyjából igen. Azért mondom, hogy erre, ennek az egésznek ez egy tök jó megfelelője, hogy miért akarnak az emberek egyre jobbat készíteni. Igen, az magadnak szól. Igen, abszolút. Volt egy időszak így 2008 után, amikor te egy kicsit visszatértél a kertévébe, kicsit igen? jó pár évet. Igen, igen. És ott már viszont ott nem már, hanem ismét ilyen top kategóriás műsorokon dolgoztál. Igen. Meg aztán hasonlók. Ezt, ö, ezeknek nyilván nem akkor indultak, hanem voltak már ilyenek korábban is, de talán tényleg a 2010-es évek elején, közepén volt, ezek hogy tényleg, hogy az egyik véget ér, de már castingolták a következőt. Ebben dolgozni úgy alapvetően nagyobb nyomás, mint ö, napi műsort szerkeszteni, vagy pedig, vagy pedig ahhoz képest ez egy kicsit még. Miben más egyáltalán? a napi műsor és a nagy kerté, vagy a nagy A show nagy kertévé szuperprodukció, igen. Fú, figyelj, erre nem tudok válaszolni, ezt most tök őszintén mondom igazából, mert az van, hogy az egyik, tehát hogy mindegyikben az van, hogy ha te valamilyen vagy, akkor ez meg ahhoz a műsorhoz is tök úgy fogsz hozzáállni. Egy nagy show műsor elkészül egy úgy, ahogy elkészül, nagyon sok ember nagyon összehangolt munkájával, és egy napi, aktív, vagy napló, vagy akármi, az is nagyon sok embernek a nagyon sok összehangolt munkája. Máshogy kérdezem, megkaptad azt az adrenalint, mint amikor rohanni kellett a kazettával? Nem, 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 nem. Azt, 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 azt hál' Istennek azóta sem kaptam meg. Hál' Istennek? <laughs> Igen, nagyon szeretem csinálni, de hál' Istennek, már nem csinálom, és az nagyon hiányzik, de nem akar nem csinálni még egyszer. De hogy nem, az nincs, nincs. Ott egy tök másik, tök másik fajta dologban, meg tök másik kell gondolkodni azokban a műsorokban. Úgyhogy nem, az nincs. És akkor nem is tudom, a mi ismertségünk ott kezdődött el talán igazán, amikor, amikor pár év múlva visszajöttél a totelkárhoz, és már egyértelműen célzottan a Youtube-ra gyártottunk tartalmakat. Ez, én ezt igazából sosem kérdeztem meg tőled, de mindig meg akartam kérdezni, hogy miért? Ez mm, szolidabb volt terhelés tekintetében, mint a kertévézés, vagy újfajta kihívást kerestél, vagy mi volt a motiváció abban, hogy, hogy visszajöttél? Mert azért közben megcsináltál tényleg mérgezett földet, dolgoztál a barátok köztön, és egy halom, halom ilyen, olyan dolog, amire az külső szemlélőként én azt mondanám, hogy ez igen, ez egy nagy dolog, ez egy komoly dolog, ezt egy ország nézi minden este. És akkor visszajössz autós YouTube videókat gyártani. Figyelj, az van, hogy, hogy nekem a, a total tényleg tök fontos. Tehát azt tudom mondani, hogy nekem fontos, és érted, én 2002-ben 22 évesen kezdtem el vágni, én akkor nőttem fel. Van egy ilyen, van egy ilyen, egy ilyen attitűd, vagy mefelét mondjak most erre, hogy nagyon furán, hogyha valamit elbaszok, akkor azt mondom, hogy hát ez én voltam. És ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem ezt a utómunkarendezést csinálni, és azért a Winkler és a Karott, amikor együtt kezdi el, ja igen, akkor természetesen én nem rontottam el semmit. Mindenki rajtam kívül, igen, én nem. <laughs> ez e, is a korra jön meg szerintem. Nekem azzal jött meg, hogy ez nem biztos, hogy így van, hogy azért amikor ilyen két feketeöves mint a karotta meg a Winkler szívja a véred egész nap, mert valamit elbasztál, az nagyon rossz. Az tényleg rossz. Az nem, ott nem őszinte a mosolyod. És akkor megkezdte a Winkler egyszer, hogy figyelj már, mi lenne azt mondanád, hogy elrontottam. És hát nem rontottam, elmondtam. Mondta ő, hogy oké, okay, legyünk ezen túl. Ha véletlenül valamit elrontanál, és azt mondanád, hogy fia, elrontottam. Mit tudnánk csinálni, ugye? Hát, hogy azt mondanánk, hogy jó, van legközelebb figyelj jobban, de úgyis jobban figyelsz, és akkor túl lennénk ezen az egészen. Nem szívnánk a véred egyfolytába. És akkor ott meg, hogy és egyébként mi van, ha az ember azt mondja, hogy elrontja? Hát akkor el van rontva. Na, és én ilyen dolgokat tanultam meg a totálkárba, ami egyébként úgy szakmaidag is emberi, tehát szakmailag is ott azért ismert lettem, tudták, hogy ki vagyok, azt, hogy én utómunkarendező lettem, azt hozott magával Egyéb utómunkarendezéses dolgokat, egyéb jobb dolgokat, egyéb jobban fizetett dolgokat, reklámot, stb. Mert hogy én ott úgy olyan, ott a szakmában ott olyan ismert lettem. Tehát nekem a Totálkárhoz hozott szakmai elismerést is, és én nagyon sokat tanultam tényleg emberileg is az egészből. Tehát nekem az így egy ilyen, az egy ilyen meghatározó fontos dolog volt, és amikor mondták, hogy akkor menjek oda dolgozni, mert hogy kéne ezt csinálni, akkor így, hát nekem is fordult meg a fejembe az, hogy azt mondja, hogy nem. Hát de hát oda hívnak, ahol, ami segítette. ez miért, ú ezek ilyen nagyon nagy szavak, de hogy ami segített azzá válni, amivé aztán most vagyok. Ami miatt így nem kell szomorkodnom, szerintem, amiatt, amilyen vagyok, és hogy tök sokat segített az, az egész társaság benne, és akkor így oda mentem dolgozni. Nagyon érdekes, hogy abban a millióban mind a ketten a 20-as éveink elején kerültünk bele, nagyjából 20 év eltér. Hát nem 20 év eltéréssel, egy, egy 10 év eltéréssel. És hogy tudod, ez olyan, hogy a gyerekkori élmények azok nagyon bevésődnek, és nagyon sok mindent meghatároznak az életedbe, de hogy ezek a kora 20 éves fiatal felnőttkori élményeid is legalább annyira. Igen, 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 igen. És, és bocsánat, és a másik az, hogy nagyon fontos dolog, hogy egy, egy kertévében ugyanazt csinálod. Mindig. Ugyanúgy kell kinéznie. Ha már bevált a formátum, akkor pláne ugyanúgy kell kinéznie. És én mindig törekedtem arra, hogy, hogy ne az határozza meg, csak és kizárólag, hogy mennyit keresek, hanem ez a projekt, az mennyire érdekes. Vagy mennyire oké, okay, vagy mennyire hasznos. vagy, Tehát, hogy így valami, valami legyen azon túl, hogy így megkapom érte a fizetésemet. Tehát, hogy ha megnézed, a interaktív az egy ilyen kísérleti bizbasz volt akkor. Még nem lehetett tudni, hogy az a szám, vagy lehetett tudni, hogy akkora lesz, de még nem volt annyira nyilvánvaló. A totálkárból bármi lehetett volna az index bármi lehetett volna. Csináltam a dokumentumfilmet, a mérgezett földet, ami igazából egy hatalmas dolgot, tehát hogy megnéztem, hogy 600 ezeren úgy, hogy arról szól 50 percbe, hogy a szántás, ez micsoda egy baromság. És hogy rengeteg ilyen kísérleti dologban részt vettem, amilyen, Ilyen, 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 ilyen nem, nem megfogható, és abba is gondolom, hogy abba is vagyok. Ráadásul jó az improvizálásba, a kísérletezgetésbe, a máshogyan csinálásba, és a pototákár, meg pont ez, hogy már hogy a YouTube csatornája. Hogy ott igazából nem volt ilyen nagyon. Főnökünk mi voltunk így egymásnak, Csinálgattuk a dolgokat, de nem mondta senki, hogy most akkor ilyet vagy olyat kell csinálni, hanem hogy így kísérletezgettünk, dolgoztunk, megint csak ott volt azért, érted? Lejártottunk heti, volt olyan, hogy hét, hogy lejártottunk tíz videót. Nem tudtuk hova tenni. Ez volt, hogy mit, milyen videót indítsunk rá, mire, hogy ne kanibalizálja igen. igen, és most mennyit csinálsz? Hármat, hármat egy héten. És az is soknak tűnik, nem? Máshogy, de soknak tűnik, igen. Hát, nagyon sokat dolgoztunk, izsmeretesen sokat. sokat dolgoztunk ott is. És hogy így mondom, ez pont belefért abba, amit én tudtam. Újakat csinálni, jó dolgokat csinálni, Igen, menő meg... dolgokat csinálni, és hogy, és hogy sokat dolgozni. Ez egyik nap pont egyik, az nap, volt. egyik nap a Naftelepen voltunk, és lefoglalt autókat nézegettünk, aztán meg interjút készítettünk a Kovács András Péterrel, és még. És, és akkor egy... kimentem, ki megcsináltuk még a tapot, akkor kimentünk. a, még a tapot. Igen. Tehát, hogy így. Épp, épp ezért nagyon nehéz elengedni. Ö, és szerintem ezért van az, hogy borzasztó sokat nézünk vissza mindketten, annak ellenére, hogy alapvetően a Totál Car eltelt életünk, szerintem mindketten elégedettek vagyunk. Vagyis hát én legalábbis te elégedett vagy most? Elégedett, igen, 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 igen. Hát most, amit mondtam, az a két koncert, az nem olyan nagyon rossz azt vagdósni, közben csinálom a fikciós sorozatot, ezt megint nem rossz csinálni, közben csinálom ezt a média tanácsadó, felkészítő szerepet, azt megint csak én csinálni, szóval végül is egyébként igen, úgy minden oké. Okay. És záró, záró téma, hogy szerintem aki a médiában dolgozik, az azért teszi ezt, mert van a megnyilatkozásra valamiféle vágya, hogy megmutassa magát a világnak valamilyen módon. Én például nagyon szeretek pofázni, ez valószínűleg így most már leesett nagyon sok mindenkinek, de téged az sosem zavart, hogy nem álltál oda arccal a tartalom mellé? Most ezt úgy értem, hogy benned volt szereplés iránti vágy, mert ugye ami, ami tehát azok a tartalmak, amik, amiket, téged a szakmában elismernek, legyen ez most mondjuk tényleg dokumentumfilm, szuperprodukció kertévénél, vagy akár a korai hogy 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 nem tűntél fel benne, a szakmabeliek tudták azt, hogy te ezen dolgoztál, és azért jó, mert dolgoztál rajta, de hogy ez mondjuk a széles közönséghez sosem feltétlenül jutott el. Okozott ez benned ilyen. Persze. Diszonanciát? Hagyja fenébe, ne? Persze, persze. Hát a, 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 szóval szerintem egy csomó embernek, aki dolgozik a médiában, annak van egy ilyen amit már mondtunk, a control freak, stb. stb. Egyébként egy ilyen szereplési vágy, és egy kisebbségi komplexusa is egy csomószor, amiből jön a szereplési vágy. Ha hangos vagyok, akkor figyelnek rám. E, nyilván én is, én is ebbe vagyok. E, azzal, megkö, azzal a megkötéssel, hogy e, nagyon szeretem volna sokszor szerepelni, de nagyon nehéz kiállna egy kamera elé, és kiadnod magad, hogy ilyen vagyok. Mert ha kiadod magad, hogy ilyen vagyok, ahogy te is, akkor abban benne van, hogy más emberek meg azt mondják, hogy te egy fasz vagy. És akkor az nem esik jól az egódnak, és az egód vágyik arra, hogy megmutassa magát mindenkinek, szerintem, aki a médiában dolgozik, vagy legalábbis egy jelentős részüknek, nyilván nem mindenkinek, de egy jelentős lehet, részüknek. Lehet, hogy te úgy akarod megmutatni magad, hogy a skilledet, hogy remek grafikus vagy, hogy remek vágó vagy, hogy remek szerkesztő vagy, de a tartalmaddal mutatkozol, nem, nem feltétlenül az De a... nem, de azt mondom, hogy nem. Szerintem egy csomóan ugyanabban vannak, mint én, hogy szeretnék megmutatni, hogy ő, én vagyok a izé, aki, tudjátok, a Robi, aki ezt is, meg azt is csinálta. De ha kiállsz és megmutatod magad, hogy milyen vagy, és addig csak azt mondták, hogy ú, uh, a Total az milyen jó, ú, uh, de jó, ú, uh, de jó, ez az idióta csinálja. És azt meg nagyon nehéz legyűrni. És a terepe után nagyon sokat dolgozunk, ezért most eljöttem ide. Amikor felhívtál, hogy lenne egy ilyen, akkor mondom, hogy Úristen, hogy így mit akar az Anti, vagy vagy rólam, vagy tényleg, akár, micsoda és akkor így. Akkor azt mondtam, hogy igen, aztán még vagy három napot gondolkoztam rajta, hogy így most így, most így tényleg igen, végül is. És ez az én életemben egy nagy lépés, hogy ide jöttem, és beszélek magamról, miközben magamról beszélni a kávé, kávézás közben szoktam meg a forgatásokon valójában. Ha most így visszanézel, tudom, hogy ez egy, egy nagyon-nagyon elcsépett kérdés, de melyik az a tartalom, amire a legszívesebben visszamutatsz, hogy ez vagyok én? Mondhatsz akár sorozatot, produkciót, mondhatsz egy konkrét epizódot. Mi az, amire a leginkább azt tudod mondani, hogy ebbe tettem bele a robertóságot? Mindent. Én nem vagyok egy jó vágó. én, én... Kifejezetten rossz vágó voltam nagyon hosszú ideig, de amit én csináltam, azt mindenki tudta, hogy én csináltam. Mert az egy ilyen, az egy valami volt, az egy ilyen izé, az nem egy ilyen. A korrekt, ugye? Igen, a korrekt, a korrekt, a korrekt igen, problémakör. Igen, igen, igen. igen. A korrekt problémakör az az, az amikor, uh, tudj, annál borzasztóbb nincs, amikor az ember munkájára azt mondják, hogy korrekt, mert a korrekt az nem különösebben jó, de igazából annyira rossz sem, hogy rá lehessen mutatni, hogy milyen a baj a korrektor az, ko az a baj, hogy... volt? Nem tudom. Ezt a matrix volt. Lehet, de a korrektor az a hogy holnapra nem emlékszel erre. Igen. Hát az a menzás hogy milyen a menzás leves? végül is megeszed, de hogy így... Na, és amit én csináltam, az mindig volt valamilyen. És én mindig beleraktam a valamienségemet, és emiatt valaki szerette, valaki nem szerette, valaki szeretett velem dolgozni, valaki nem szeretett velem dolgozni, mert valamilyen volt, amit kiadtam a kezemből. Üm. És, 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 tényleg ez van, hogy így a totálkár is másmilyen volt. Amit nem mondtam, kísérleti projekt, hogy így, amik most mennek már egy hosszú ideje, az első ilyen telenovellának hívják ezt a napisorozat, ami véges, tehát 60 részes. Nagyon sokáig megy, de van neki egy dramaturgiája, elindul innen, tart odáig, megy oda. Mondjuk Ezt én én a Tamás az... csinálta, az első ilyen volt az oltári csajok az RTL-re, és azzal indult el ez az egész dömping, amiből aztán lett a keresztanyútól kezdve a mindenféle dolog, azt én már csináltam vágóként. De abban is az van, hogy azért, azért maradtam én ott a Tamás mellett, mert amit csináltam, az ilyen valamilyen volt. Az ilyen, azt lehetett tudni, hogy az olyan, olyan. Az, hogy az, az én, én, csináltam. Amit én csináltam káranyagot, ha megnézi valaki, akkor az is. Volt egy olyan anyag, a Winkler az én autómat tesztelte. Akkor egy Mazda mx 3 mal jártam, 18V6, amit ugye utána az Istenhegyén kivittem egy villanyosztopot vele. Bocsánat, Roberto minden alkalommal elmondja, hogy őt nem különösebben érdeklik az autók, de azért volt MX3 18V6, volt Punto HGT. HGT, így van, így van, így van. Te hát, annyira érdekeltek az autók, hát, de. <laughs> igen, de annyira mi ilyen nem. Szóval, hogy. hogy és akkor akkor jöttem rá egyébként, hogy nagyon vicces adott el, addig, amíg nem a te autódat vagy azzal megfelelőt tesztelnek. Mert akkor azért nagyon rosszul esik, hogy azt mondják, hogy hát ez szar, de ilyen, ahogy a Winkler tudja mondani, ilyen szarkasztikusan, de úgy, hogy fáj. Uh -huh. És akkor az volt, hogy felvettem magam, és egy ilyen kis buborékba kiraktam mindenféle üzeneteteket a Winklernek. Tehát, hogy akkor csináltunk trest, amikor még nem is tudtuk, hogy ezt trestnek hívják. <laughs> és hogy így, az megint az így jó volt igazából, vagy nem volt jó? Hát így valamilyen volt. Tehát nem tudom azt mondani, hogy melyik a kedvencem, meg melyik az, ami olyan, amilyen, mert mindig beberögtem azt, amitől egy kicsit más lett, amitől lehetett tudni, hogy azt úgy én csináltam. És akkor én nem egy ilyen egyen dolog. Azt hiszem, meg vagyunk. Köszönöm. Hát én köszönöm.